Hello, sziasztok, jó estét mindenkinek, üdvözlök mindenkit, szia Bad Boy, szia Sherry, szia papírmasinista, bocsánat, szevasztok, jó estét. Akkor mai napon Satisfactory lesz, és folytatjuk a gyárat, mindjárt be is töltöm a Karesz gyárát. Szevasz, Ádi, igen, néha a nyelvem össze szokott akadni, van ilyen. Jó estét! Sziasztok! Szia Milla! No, itt lesz párom is a mai nap, és akkor onnan folytatjuk. Nagyjából, ahol a múltkor abba hagytuk, azzal a kivétellel, hogy mi itt a hétvégén egy picit, amit tudtunk, próbálgattunk építgetni, és mindjárt meg is mutatom, hogy mire jutottunk. A mai napnak ugye az lenne a lényege, hogy beindítsuk az energiatermelést itt a szénerőműveknél. Én csináltam egy ilyen nagyon alap működőképes setupot, és a díszítés az a páromnak a műve. Övé az érdem, én csak az alapokat tettem le, meg próbáltam úgy működőképessé tenni, hogy viszonylag jó legyen a dolog. És az összes ilyen dizájnbeli dolog az az ő érdeme. Na. Egy pillanat. Nálam jó a Discord. Nálam elvileg jó a Discord, úgyhogy... Iszonyatosan halkan hallak. Iszonyatosan halkan? Akkor hangos is fél, nem tudok mit csinálni, mert a... OBS-ben jó a stream, jó minden, tehát... nem tudok mit kezdeni vele. Alapvetően ugye itt van egy tó, amiben a... vízgyűjtőket, vagy ezeket a víz... kollektorokat, vagy pumpákat el lehet helyezni. Hát ez nem egy szép... építmény, mert így lehet elpakolni egymás mellé 6 darabot, ugye 6 a maximum, ami itt elfér, és amennyire tudtam, itt körbe raktam blokkokkal, és nem is tudom, azt mondom, 13x13-as ilyen kocka lett belőle, és a felső emeletre, ahol nem is tudom, hogy most föl tudunk-e menni, de szerintem föl tudunk, oda meg földobtam a generátorokat, ugye itt vannak ezek a szén erőművek, ide jön majd be a víz, meg a szén, ha egyszer ide ér, és gyakorlatilag ennyi volt az én melóm, a többi a díszítés, meg a stb. Azt a párom csinálta. Igen, ez úgy van, hogy ez a... Egyébként, ha úgy nézzük papírmasinista, akkor ez ugyanaz, mint a faktoriban, vagy faktórióban a sima gőzgép. Kell bele víz, meg kell bele szén, és csinál energiát. Ennyi. Egy ilyen, ha jól emlékszem, 75 megawattot termel, így van. Úgyhogy ez a kettő kell hozzá. És első körben fel kell küldenünk a kis fütyist. Onnan kell majd a szenet hozni messziről, oda építettem egy platformot, de lehet, hogy majd még az lesz csicsázva, meg kibővítve. Egyre csak az lenne a lényeg, hogy beinduljanak a dolgok. A kis fütyist föl kell küldeni, mert például még a 3-as szintű szalag sincsen meg, és én azt akarom használni majd. Fullos? Hát itt egyébként nagyon jó energia termelési módszerek vannak, ugye van ez a biofuel generátor először, utána van ez a szénerőmű, utána pedig jönnek majd az olaj, meg a egyéb termelő egységek, olajból is lehet energiát csinálni, meg további dolgokból. Na, ugye ő az MK3-as szalag, ezeket nem akartam addig fölküldeni, amíg nincs itt élő adás. Milestone reached. Improved storage containers and the conveyor Production speed is of the essence after all. So work hard. Work as if every person you have ever or will ever love is depending solely on the choices that you make. Because they are. Warning.
Fix-it psychologists recommend not dwelling on the crushing mental and physical strain of your responsibilities and simply continuing to be productive. Szóval, amíg elment, to be the best cure for any kind of stress. Now back to work. Eddig is szerettem volna dolgozni, csak be nem állt a szád. Szóval itt a robbanószert is ki akarom fejleszteni, ezt már múltkor akartuk, ugye csak aztán nem volt elegendő acél hozzá. És hogyha ez ki lesz fejlesztve, akkor rengeteg dolgot fel tudok majd robbantani. Detonator and basic nobilisk unlocked. Most obstacles can be cleared with the basic nobilisk. It is most effective against organic material and is able to destroy small boulders and porous rock. Deployed nobilisks will stick to the first solid surface they touch and cue on the universal detonator. If you do not recall the order in which you deployed the nobilisks, remember Fix-It does not take responsibility for any harm caused due to human error, even if those errors are genetic. A tier 3-at akkor sikerült teljesen kifullozni, ugye megvan a szénerőmű, megvan a traktort már megcsináltuk, a acél is megvolt, a Xeno basert is megcsináltuk. Most itt a tier 4-ben a Logistic MK3 már megvan. Kell nekünk még ez, az Advanced Steel Production, mert a MK2-es bányagép kell innen. És egyelőre most első körben ennyi, majd a többit azt a későbbiekben megcsináljuk. Kellni fog 100 ilyen, valahol kocka is van gyártva előre, igen. Na, az viszont rohadtul nincsen 200 darab előre gyártva, úgyhogy azt mindjárt akkor egy párat kraftolgatni kell. Kell ehhez vascső meg. Remélem, hogy addig, amíg elkészülnek a dolgok, kitart az energia, mert ha nem, akkor el kell menni fát vágni, amit nem nagyon szeretnék. Mindig csak a pusztítás. Alapvetően itt, igen, tehát ide jövünk, és akkor szétcsesszük a mindent is. Ez van, nem tudok vele mit csinálni. Ilyen az ember, nem. A technológia irányába megyünk el mindig, nem a egyéb irányba, úgyhogy ez van sajnos. Egyébként mire ezzel végzek, szerintem vissza is ér, és akkor fel lehet küldeni megint majd. És akkor el kell mennünk a szén lelőhelyhez, le kell rakni a bányagépet, el kell hoznunk a... Jaj, és oda energiát is majd kell vinni. Úgyhogy lesz azért feladat. És bele kell vezetni a szenet a erőművekbe. Egyébként egyáltalán nem hallasz, vagy azért valamennyire hallasz? De most már hallak, újraindítottam. Ja, akkor jó. Mert ott csak a Discord-dal volt valami. Windows 11-nél egyébként nem tudom, hogy kinek van Windows 11-je, vagy ki használ. Néha vannak érdekes dolgok, például az USB-s dolgokat nem mindig ismeri föl. Van olyan, amikor a egér nem működik, vagyis ez a Logitechnek nem jön be az izéja, valamikor a Stream Deck, valamikor a mikrofon, valamikor a kamera. Tehát mintha valami nem túl stabil lenne. De hát ez a 10-nél is így volt, ha visszaemlékszik mindenki. Villany, igen, van nagyobb. Hát ugye itt most úgy van, hogy ez a villanypózna, ami nekem van, ez ugye 7 csatlakó, tehát 7 bekötés van rajta. De van ilyen nagyon nagy, ugye ezek a távolsági oszlopok, majd csinálunk olyat, azzal fogjuk nagyon messzire elvinni, és az rohadt jól néz ki, csak még nincs kifejlesztve. Hát nekem csak most lett Windows 11, mert egy az, hogy a legelső alkalmakat én nem szoktam így kihasználni ilyen szempontból, mert megvárom, amíg... Most jön vissza. Megvárom, amíg valamennyi azért kiforja magát a rendszer. Egyébként itt van, ezekről beszélek, ilyen nagy oszlopok vannak, úgyhogy majd ezekre lehet rakni a távolsági vezetékeket, ha nagyon messzire akarjuk vinni. Szóval nem szeretem azonnal használni Windows-okat, mert egyszerűen még nem kiforrottak. Tehát az a 1-2-3 év az mire nagyjából jó lesz, és nem fog állandóan problémát okozni. De azt utána jó, hát 10-zel is a első pár évben volt be, és utána tökéletesen működött, úgyhogy... Windows 12, csak apá. Figyelj, egyébként
Egyébként nem nagyon lehet panasz a Windows-re, mert ahhoz képest jó. Főleg, hogyha nem minden egyes upgrade-et raksz föl, vagy frissítést azonnal, mert akkor azért az ki tudja nyírni a rendszert, meg a gépet, szóval picit figyelni kell. Jó, van nálam elegendő beton? Van. Pakoljuk akkor be neki az acélcsövet, a kockát, a rotort és a betont, és már mehet is vissza megint. Imádom, hogy elmegy egyébként. Milestone reached. The miner mark 2 nagyon jó kitalálták. Extraction of resources from nature to fix it at twice the speed of the Mark 1 model. Miners can be directly upgraded to Mark 2 without removing the Mark 1 model, just like conveyor belts and other upgradable infrastructure. Unfortunately, setting up the production of advanced steel parts and project part number 3, automated wiring, will not be as easy. Every moment you delay reduces the chances of saving humanity. I will not show you the predictions, it would only demotivate you. Na, ezt egyébként sem tudnám most megcsinálni, mert tök jól néz ki, de kell hozzá 50 darab ilyen betonacél, vagy acélbeton, az még lenne, 200 kocka kell, meg ez is lenne, de majd ezt is megcsináljuk. Egyébként már csak ez a három van, amit meg kell csinálni, úgyhogy ezek már nem olyan komoly dolgok. Viszont akkor nézzük meg, hogy mi kell nekünk. Először is kell nekünk egy MK2-es bányagép. Ott bányacuc van. Kell csinálni kockát. Az a baj, hogy nem tudom pontosan a... kell nézni ezekhez mi kell. A kockához igen, reinforced iron plate az van, meg csavar. És akkor kell még ez a betonacél. Beton és ilyen. Közben ugye mennek a dolgok, tehát megy a gyártás, azzal nincsen baj. Ez kellett, meg ilyet is bedobunk. Meg ilyen. És hát természetesen ugye, hogyha megvan minden, úgy értve minden, hogy a energiaellátás már jó lesz, és nem kell fát vágni, meg kraftolgatni mindenféle hülyeségeket, akkor neki fogok állni a létező összes meglévő dolog automatizálásának. A környékről az összes alapanyagot azt megpróbálom ide a környékre elhozni. Ezt a hármat is be fogom automatizálni, hogy automatikusan gyártsa, és ne nekünk kelljen lekraftolgatni, már csak azért sem, mert nem tudjuk kézzel lekraftolni, ezt csak kraftolóban lehet csinálni. Úgyhogy azt mindenképpen meg kell majd csinálunk egy ilyen összeszerelő üzemet hozzá. Jó, ez megvan. Kell a betonacél. És hogyha azzal megvagyunk, akkor föl kell küldenünk a Phase 2-es cuccokat, és jöhetnek a Phase 3-asok, majd még itt a maradékot ugye le kell kraftolni, és a Tier 4-ben ami van, és utána jöhet a Tier 5, Tier 6. De az még egy picit odébb van, oda még egy pár órát azért bele kell pakolni a játékba. No, kell acélcső, rengeteg ilyen szalag, mert el kell hoznom a dolgokat, és szeretnék magammal mindent vinni, hogy legyen nálam minden, tehát ne legyen az, hogy valami hiányzik. Puskapor az marha fontos, mert fel tudom vele magam robbantani. Automatizálás. Egyébként igen, tehát itt marha fontos, hogy tehát itt nem úgy van, mint a faktoriban, hogy tudjuk a kézi kraftolást fejleszteni sajnos, és itt mindent muszáj automatizálni, mert különben nem fogunk sehogy sem állni. Jó, én akkor elindulok, azt megnézzük, hogy szerintem van nálam minden egyébként. Megnézzük, hogy tudjuk megcsinálni a dolgokat. Megcsináltad a világítást? Igen, egy részét. Nagyon szép, egyébként gyönyörűen néz ki ez, úgyhogy le a kalappal ezért a dizájnért. Nagyon tetszik. Szépen világít. Nagyon menő. Még nincs is kész. De már most százszor jobban néz ki, mint amit én csináltam volna. Úgyhogy nekem mindig csak a funkció a lényeg, úgyhogy én a dizájnt azt annyira nem szoktam soha erőltetni. Ide hozni kell majd robbananyagot, majd csinálok, és ezeket a sziklákat itt a füstölgésükkel együtt föl fogom robbantani, mert rohadtul nem tetszenek.
Egy az, hogy sebződünk, a másik meg, hogy... Ez itt egy ilyen ideiglenes dolog lesz, majd lehet, hogy szebben meg fogja az ember csinálni, csak az a baj, hogy ami most ott látszódik, az rengeteg tiketet elvitt, ugye termeltük itt a darálóban ugye a mindenféle dolgokat, belpakoltuk, és akkor lett belőle tiket, és abból lettek megvéve ezek a különböző üvegek, meg lépcsők, meg keretek, meg korlátok, és még mindig rengeteg tiketre van ahhoz szükség, hogy az összes ilyen dekorációs elemet, meg egyéb dolgokat ugye az ember ki tudja szedni, meg váltani. Ó, az a galaxis, de jól néz ki még mindig. Feljött a hold. Ott az a piros bolygó, az is volt, jól néz ki amúgy. Nagyon szép. Na, vissza a munkához. Ezeket most innen felszedjük, mert már nem lesz rájuk szükség. Ja igen, közben megtámadtak, remek. Kapta. És még nem halt meg. Na, végre jó. Azt hittem, már sose akar elpusztulni. Oké. És akkor... Jöhet az MK2-es bányagép. Hát erre fog nekünk szedni. Nem tudom, hogy... Hát, legyen így. Jó. Ez ugye annyival jobb, mint az MK1-es, hogy ez többet tud kiszedni. Ugye 120-at tudna alapból, de ez 240-et, úgyhogy elegendő lesz bőven. És akkor most ugye nekünk a 3-ast kell használnunk. Az megy a 3-asra. Hát megmondom őszintén, hogy meglátjuk majd, hogy fog ez kinézni. Mert ez egyelőre csak ilyen ideiglenes, és nem az a legszebb nézettel rendelkezik, de nem baj. A lényeg az, hogy hozza el nekünk a szenet. Értelemszerűen a másik oldalán meg majd az áram jön. Kell. Aha, az csak eddig ér a... És miért nem játszottál vele? Nem. Faktúrió után nem bejövős a téma, vagy mi? Egyébként pont ez a kettő játék, ami ilyen építősgyáras gyakorlatilag. Most ahogy neki állni? Hát kicsit más, mint a... Kicsit más, mint a... Factorio, de szerintem fantasztikusan jó, úgyhogy... Na, ezen az oldalon meg akkor elviszik az áramot. Majd hogyha lesz ilyen nagy villanyvezeték, akkor... majd máshogy visszük el. Remélem leír idáig. Jó van, leír. Az a shapes-re gondolsz, amin ilyen minták vannak? Vagy alakzatok? Azt én néztem azt a játékot, és megmondom őszintén, hogy ez nekem valahogy rohadtul nem jött be. Megkérdezt, hogy miért, de nem. Tehát... Ott, ahogy néztem, azt kell csinálni, hogy van mondjuk egy kocka, vagy most tök mindegy, és akkor azt ugye így, úgy, amúgy lehet felvágni, és akkor csinálni belőle háromszöget, meg én nem tudom, tehát valahogy annyira nekem nem bejövős a téma. Na, túl messze van. Tehát egy olyan után, amikor például itt ugye csinálunk vaslapot, vasrudat, csavarokat, millió egy egyéb dolgot, és akkor ugye
azokat kell tovább felhasználni, meg ilyesmi. Nekem az ilyen kicsit visszalépésnek tűnik, de még egy faktórióhoz képest is, ahol ugyancsak millió egyféle alkatrészt és dolgot lehet craftolni. 2 eurót megér? Jó, az igazad van, 2 euró az oké, de mondjuk ez most jött ki az a játék, és már csak 2 euró. Na mindegy, végig is annyit valószínűleg megér, igen. Visszajött a fügy is. Tudunk már robbantani? Tudunk, csak még nem csináltam robbanószert. Ja, ezért? Itt a környéket? Csak a szokásos. Jó. Ott az épület sarkánál egy pöfé került, azt el kéne tenni láb alól. Egy pillanat, mert el kell. Elviszem most már itt a... Jó. Szalagrendszert nagyjából a gyárig, és akkor utána megyek, csinálok. Én is fel akarom őket robbantani, mert nem akarom itt, hogy folyamatosan sebezzen minket. Utána megcsinálom. Már mindjárt itt vagyok. 80%-os akció rajta, az kemény. Na annyi, mondjuk lehet, hogy még én is megveszem, majd meglátjuk, ha nem felejtem el. Egyébként maga az ötlet jó, csak mondom, nekem azért van bajom, hogy a picit visszalépésnek tűnik. Melyik akkor csinálok robbanószert? Köszi. Kell a Kateriumhoz is, majd ott is valamit föl kell robbantani. Sőt, a gyárat azt ide tervezem ugye majd a kezdőhelyre. Ott is az összes ilyen üstölgő cuccost föl kell robbantani, mert azok is rossz helyen vannak. Hát és azzal nyerünk egy sárga csigát. Hát azt is, igen. Az meg amúgy is kell. Megnézzük, mi kell a... Először is kell egy detonátor, ugye? Gyert, melyik az... detonátor. Ez mi? Object Scanner. Csinálunk egyet. Oké. Okay. Detonátor. És kell Nobelisket csinálni. Tudok is 25-öt? Elkezdünk őrült módjára robbantgatni. Oké. Okay. Pár dolgot kipakolok, mert például a bányagépek nem kellenek, ez se kell. Jó. A szenet azt egyelőre elrakom, mert nem tudom, hogy mire kellhet majd. Lehet, hogy szükség lesz rá, és akkor megyünk, fölrobbantjuk a dolgokat. Most, hogy majdnem az életemet adtam a táblákért. Már jövök. Mindjárt eltüntetjük őket onnan, ne puffogjanak ott nekünk. Na. Az első. Mehet is a robbantás. Hát elég sokat sebeznek. Egyel kevesebb. Ajjaj. A végén megölöm magam. Én még egyel kevesebb, azt most eszünk is, mert nem kéne kivájpolni. Jó. Megpróbálom 2 egyszerre. Na. Jaj! Na, 2 egyszerre. Nagyon jó. Nem muszáj annyira közel menni, messzebbről is oda lehet dobni. Nem tudom, még soha nem próbáltam, de mindjárt akkor megnézzük. Újra töltjük, ezt megpróbáljuk eldobni.
Ja, hogy ott, aha! Na. Jó, ezt nem tudtam, hogy el lehet így messziről dobni. Ez ilyen nagyon jó. Ilyen gránát. Na. Aha, ott a csík, és akkor... Hát... Jó, eltalálta. Ezeket muszáj ki nullázni, mert rohadtul. Egyébként sose voltam jó gránátdobó. Kösz a tippet! Most itt az összeset akkor elintézem, mert nem akarok már. Aha, hát ez rohadtul mellé ment. Ez is. Jó. Fingott. Nem megy a dobás. Nem lennék jó dobójátékos. 1200 óra alatt van tapasztalat? Na látod, én nem dobáltam ennyi robbanóanyagot, úgyhogy nekem ennyi nincsen ezzel kapcsolatban. Csak a kötelezőt meg a azért robbantottam fel, amit feltétlenül muszáj. De most ezeket itt kipucoljuk, mert nem akarok én itt sebzést kapunk tőlük. Azt hiszem ez volt az utolsó, de mindjárt körbenézünk. Nem, ott még van, ami Istől. Ez az utolsó. Jó, készen van. Az összes ki lett pucolva, úgyhogy ez itt most már teljesen biztonságos. Jó. És mi volt a kezemben? Na, ez megoldva. És akkor most ugye föl kell hozni ide, azt hiszem ez a közepe, ide a szenet. Az a probléma, hogy itt ugye itt van egy elég nagy dombocska, úgyhogy ezt valahogy meg kéne oldani. Azt nézem, hogy ott még elfér. Hát ez egy picit már belelóg, de és most innen, ha 2 métereseket kezdünk el emelni, az nem tudom, hogy elég lesz-e. Hát végső soron elég. Jó, egy nagyon picit belelóg a talajba, de inkább egy picit, mint hogy teljesen bele. Ezt most sajnos itt kivágjuk, mert ez viszont útban van. Jó, és akkor kell nekünk. Azt nézem, hogy kb. Idáig kell elhozni, és akkor itt kell majd fölhozni. Aha, ide nem is engedi, jó. És akkor itt pedig a felé kell elhozni. Jó, és akkor kell nekünk egy olyan, ami így fölfele megy. És azt kéne tudni, hogy mennyire kell fölmennie. Talán ennyire. Jó, az belemegy, és akkor most valahogy föl kell jutni. És szevasz kispajtás, kérsz egy ilyet? Doggó, ne szaladj el! Nem kérsz ilyen kajcsit? Itt van. De nem eszed meg? E betű. Simogatlak, gyere, ne szaladj el. Ja, hát elfut. Hiába simogatom, nem akar haverkodni. Szegényként. Pedig ez elvileg adhat jó dolgokat. Majd egyszer ezzel is fogunk foglalkozni. Akkor menjünk föl a emeletre, aztán nézzük meg a bekötést. Végül is jó helyen lett fölhozva nagyjából. Azt nézem, hogy ezt itt
Itt el kell most bontani, de nem baj. Oké. Okay. És akkor őt egészen ideig el kell hozni. Oké. Okay. Tehát itt fog bejönni a dolog. Azon gondolkozom, hogy ugye van itt ilyen ez. Is van ezt H betű, és akkor így arrébb lehet rakni. Ez oda pont jó. Így. Na, így jól néz ki. Így nem fogunk leesni. Na, tehát bejön ide középre. Ez elosztja onnan oda. Az onnan oda. És akkor itt pedig csak végig megyünk vele, mert... Lehetett volna teljesen tökéletes elosztást csinálni. Csak azért nem láttam értelmét, mert sokkal nagyobb hely kellene itt fönt. És egy idő után így is úgy is telítődni fog itt minden, úgyhogy... Tele lesz ez szépen lassan. Jó. Ezt itt végtoljuk. Ugye a generátorok azok lentről, az alsó szintről kapják a vizet. Föl kell majd a vizet pumpálni. És... Oda. Jó. Ugye be fog jönni a szén, ide szétosztja, az arra elosztja, és akkor oda meg bemennek a generátorokba, és itt ugyanaz a... Szitu. Viszonylag letisztult, nem a legtökéletesebb elosztás, de... De ennél egyszerűbben nem is nagyon lehet megcsinálni, mert... Tényleg helytakarékos és még jól is néz ki. Oké, jött az utolsó oldal. Aztán majd akkor fog kiderülni, hogy... Kerültem mindent jól csinálni, ha beindul a rendszer. Ha valami el lett kötve, hogy nem működik, akkor értelemszerűen el lett cseszve valami, szóval fog úgy működni, hogy kéne. No! Szerintem a generátorok még egyébként nincsenek bekötve, igen, tehát majd még itt az áramot is be kell kötni nekik. A lényeg az az, hogy a szén már onnan el fog ide jönni, tehát hogyha oda az áramot bekötjük, elindul a bányagép, és ide föl fogja hozni a szenet, ez az egyik. Gondolkozom, hogy... Valahogy ide be kell ugye kötni a dolgokat. És... Tűnik a legészszerűbbnek. Közepe. Az a baj egyébként, hogyha elindítjuk ezt a rendszert, ez annyit fog fölvenni, hogy az összes többi gyártást, ami lent folyik, azt le kell zárnunk sajnos. Na, és akkor ugye van itt nekünk 8 darab generátor. Tudja a legegyszerűbb bekötni, hogy 1, 2, 3, oda, oda. A három ezekre. Okay. Hát egy kicsit. Az jól estem. Elég volt a kvarca világításhoz?
Nem, csinálnunk kellett még. Ja, de akkor volt elég, tehát nem kell elmenni szedni. Még nem. Na, tehát akkor ugye innen is egy... Három... Középső... Vagy még erre is. És ha minden igaz, akkor 1200 megawatt lesz, ami most ugye jelenleg 150, annyit termelnek a biofuelek, úgyhogy kicsit jobb energiaellátással fogunk rendelkezni, meg szebb lesz. Na, ez ilyen lesz. Ez a terv. Na, ez tök jól néz ki. Ja, ez aha, ilyen világítós tudsz. Aha. Elég zsírú néz ki. Köszönöm. Szép lesz. Jó, most azt nem tudom, hogy ez a lentivel összeköttetésben van, de szerintem nem, úgyhogy azzal is valahol össze kéne kötni. Az áramot. Mondom, oda már nem lehet kötni. Hát igen, ez az, hogy... Nem tudom, mennyi tiket van, kéne venni egy ilyen falra szerelhető bekötési pontos témát. Kettő. Két tiket van? Hát abban nem biztos, hogy kijön. Akkor lehet, hogy maradunk a hülye oszlopos megoldásnál, ami nem túl szép. Levegyek, megnézem. Már utam vagyok, megnézem. Ugye kiderül. Hát én itt egy tiketet se látok. Mert nálam van. Ja, hogy nálad van? Akkor megnézzük, hogy mennyibe kerül. Attól függően... Három. Már jó. Tudom, hogy hogy áll a daráló. Nincs benne. Mindjárt lesz. Már csak 500 izé kell hozzá. Dolog. Gyert lesz egy. És akkor megvan a három. Ez pont jó lesz. Ki majd be tud rakni ide valamelyik ládába, vagy akár meg is veheted, ha jössz, és akkor odaadom azt az egy tiketet. Jó, tedd be a ládába. Oké. Okay. Egyébként ezt a trade rendszert megcsinálták volna, mert csak így egymás között tudnak a játékosok trédelni, hogyha ha berakjuk a ládába, és onnan kiveszi a másik, tehát valami trade fület vagy ablakot így a másikkal lehetett volna, bár nem tudom, lehet, hogy van, de én még nem jöttem rá, hogy. Na, egy kupon. Jó. Nagyon ki van maxolva. A hubosban van, jó? Jó, mindjárt megyek. Oké, okay. Közben megnézem az energiát, hogy áll, mert nem vagyok benne biztos, hogy... Hát jó, még van benne 94. Az okés. Na, addig elviszem az oszlopokat, addig a... épületig, hogy csak be kelljen kötni. Természetesen majd lesz itt mindenféle távvezeték idővel, csak most kell ilyen ideiglenes. De ez miért ilyet rakott? Nekem ilyen kell, H2-es. Hát te ott mit csinálsz? Hajtás.
És innen meg szerintem már bemegy oda. Ó, ó! Nem, nem kötjük rá, mert akkor még ott beindulnak olyan dolgok, amiknek nem kéne, azt leverik a biztosítékot. Jó, tehát majd akkor ott kell rákötni a hálózatra. Szólsz majd, ha megvetted? Most megyek. Oké. Okay. Azon gondolkozom, hogy... Hallani fogsz róla. Azon gondolkozok, hogy nekünk hogy lenne a legjobb majd, hova kéne rakni, mert az alsó részt is be kell kötni, meg a felső részt is. Bár a felső részt az... De nem, a felső részt az be van. Azt ugye tudod, hogy az csak MK1-es? Tudom. Nem baj, csak arra kell, hogy bevigyük az áramot a épületbe. Oké, megvan. Itt... dupla. Ez kell nekem a dupla. Jó, tehát... hát mindegy, most ott lesz. Oké. Okay. Ott becsatlakozunk. És akkor onnan. Hát oda nem. Hol van szabad kapacitás? Sehol. Ott van. Jó. Na, akkor. Hát kérem szépen. Elméletileg megvan minden, megyünk át a rendszeren. Ugye a bányagép az elkezd termelni. A szenet azt ide fölhozza, ez ilyen utolsó rendszer ellenőrzés. A szenet azt ide fölhozza és szétosztja ezek között. Lent az alsó szinten a vízpumpák beindulnak. És mindegyik vízpumpához van rakva egy, vagyis hát a víz extraktor kinyerőhöz van rakva egy pumpa, mert ugye olyan magasra kell fölvinni, hogy magában ez csak 10 méter tudna emelni, ez viszont 20-at a kettő együtt már 30, és akkor föl fog menni a felső szintre a víz. És első körben én amondó vagyok, hogy ezt ne is kössük be a bányagépet, hanem először hagyjuk, hogy hagyj menjenek a vízpumpák, hogy a rendszert töltsék föl vízzel. Úgyhogy... Egy vízpumpának kell mennie. Nem baj, ez most menni fog az összes. Várjunk, hogy vagyunk? Oké. Okay. Azt a vezetéket. Tehát oda nem menjen a szénerőműhöz, és a bányagéphez. Jó. Akkor megyek és lekötöm a rendszert. Hogy legyen elég energia ezeknek. Tudom, hogy egy is elég, csak azon rohadt lassan fogja feltölteni, hogy nagyon sokára fognak. De mármint, hogy ki kéne kötni a hálózatból, és egy szeneset feltölteni. Mert különben nem fogja tudni fölnyomni az összes vízpumpa a vizet. Mire az felnyomja, nem lesz annyi energiád. Na, szerintem fölfogja. Mindjárt kipróbáljuk, ha nem, akkor szívás. Egyelőre lekötöm az egész izét, termelői hálózatot, mert most egyelőre azt a részt leállítjuk. Konkrétan ezt itt leszedjük. Arra fele nem kell. Igen. Jó, hogy most 30. Jó, egy keveset még használ, mert ugye mennek a izék, de mindjárt kikapcsolom őket. Majd akkor visszakötjük, hogyha... Már lesz elegendő áram. Jó. Oké, tehát ki van kapcsolva a réz is. Akkor összességében van 150 termelésünk, és akkor egy nagyon picit még megy a bányagép, ami mindjárt leáll. No! Akkor nézzük meg, hogy sikerül-e a
rendszert beindítani. És igazad van, menjen egyből a bányagép, mert hagyd termelje a szenet. Úgyhogy mindjárt azt még visszakötöm, és akkor utána rákötöm a hálózatra. Nem tudom, hogy a 150 egyébként elég lesz-e, mert egy olyan vízpumpa az mennyit vesz fel, egyébként lehet, hogy leveri majd. 20-at. Tehát a 120, meg a bányagép az 15, 135. Elvileg elég lesz. Elvileg pont elégnek kell lennie. Na, mehet ez a bekötés. Jó. Felkészültél? Én teljesen. Kíváncsian várom a kísérlet végeredményét. Én is. Na, nézzük akkor. 3, 2, 1. Oké, be van kötve. Egyből megpörgött, igen, 117-et vesz föl. Nagyon jó, megyünk bentre és nézzük meg, ahogy pörögnek a dolgok. Elvileg a bányagép is már beindult, meg az összes pumpa megy. Igen, pörögnek. Van már víz a rendszerben. Az a lényeg, hogy itt fönt a... ezekben legyen víz. Ide még, ahogy nézem, nem jutott el. Ugye a csövekbe kéne, hogy följusson. Egyébként remélem, hogy föl tudják tolni, mert ha nem, akkor az egész bukta. Jó, lecsapta. Oké. Nem értem pontosan, hogy miért csapta le. Mert elvileg 150 volt a... Lehet, hogy nem is az csapta le. A szén az itt jön. A szén az jön. Nem is ez csapta le, hanem szerintem az izé csapta le, ami a piketet gyártja. Szerintem az csapta le. Egyébként... Akkor csapó kettő? Nem, megy a izé. Na, itt már van víz, mindjárt fönt megnézzük. Elvileg itt van 3 darab 4 méteres, az 12, meg még onnan, mit tudom én, 1-2 méter, tehát a 20 méter, 30 méternek bőven. Na, megjelent, jól van, ott a víz. Nem, lent csapta le, tehát nem itt csapta le, hál' Istennek. Na, itt is megjelent a víz, 30 köbméter, majdnem 50 köbméter, megjött a szén. Elindul a szén, mindegyikben van víz. Oké, és ott elkezdi osztogatni, errefele, arrafele, amarrafele. Most fog az első szén beugrani a helyére. Itt is van. Itt nincs víz. Itt miért nincs víz? De még nem jutott víz. Abban sincs víz. Ebben sincs víz. Ebben sincs víz. Ezen az oldalon nincsen víz. Miért nincs víz? Ezek már elvileg mennek. Már amennyire. Ugye itt látszik, hogy megugrik a termelés, de még nem egészen úgy megy a szén, ahogy kéne. Túloldalon miért nincsen víz? Azok nem mennek. Aha, és azok miért nem mennek? Ja, mert igen, mert nem kötöttem rá a hálózatra. Jó, persze, hogy mennének, ha nincs rá a hálózatra. Igen, mert a terv az volt, hogy egyszerre csak egy oldalon menjen, hogy az induljon be, és akkor utána majd a másik is befog. Mert ugye a vízpumpák meg a izék már sokat használnak, és úgy nem biztos, hogy működött volna a rendszer. De mindjárt megnézzük. Jé, bejött a kisfügy is. Szia! Szia, Doggo! Ne szaladj el! Szia! Alsó szinten van? Itt van, aha! Zárjuk be! Hol a azt csinálom, jövök! Melyik... Szegényként... Ne szaladj el! Szegényként beled zárva. Jó, de és most így túl nagy a terület, így nem tudsz velem. Jó, mindegy, próbáld bezárni. Jó, csak közben én megpróbálom a...
Na, jó, ezek... te foglalkozol. Jó, jó, foglalkozok, ezek már mennek. És... ilyet most föl kell tölteni a rendszer színnel. Egyébként nagyon remélem, hogy ez elegendő lesz, mert most lehet, hogy túl sok fele megy a szín. És nem lesz így jó. Bocsi, én most belerondítottam az alsó szintbe, de megvan. Na, megvan? Jó, kicsit hagyjuk, hagyd termeljen, hagyd töltődjenek. Jöjj ide. Jézusom! Bocsi! Hát ez tényleg bele van. És akkor lehet neki enni adni? Nem tudom, most azon próbálkozom. Ott van, adtál neki valamit. Eszik? Én úgy látom, hogy simogatom, de nem tudom, hogy elveszi-e közben a gyümölcsöt. Nem, most csak simogatom. Elvileg lehet így valahogy vele játszogatni, és akkor ad. Elvileg cuccokat, vagy valami ilyesmi, azt hiszem. Nagyon vicces. Gyere és simogasd meg. A kis Doggó. Szia, Doggó! Kajcsi. Hát, én szerintem ő itt most inkább így menekülni próbál. Egyik helyről a másikra, faltól falig. Próbál kijutni. Aha, nem, ez még nem az. Nem tudom egyébként, hogy mi kell hozzá, hogy a kaját elvegye, de szegényki meg van hűlve. Ráadásul... megnyalta a szája szélét. Igen, megnyalta a szája szélét. És most ezt hogy kéne neki odaadni, úgyhogy... ráadásul ugye ketten vagyunk, tehát nem tudom, hogy melyikünktől fél, vagy... Kajcsi? Na, elfut. Nem tudom. Hát nem tudom, mindegy, egyelőre itt hagyjuk majd. Van más dolog, majd foglalkozunk vele is. Át kell akkor ide húzni az áramot, hogy ez is kezdjen el dolgozni. És azon gondolkozom, hogy... Így most ez is elkezdi a vizet föltolni túloldalra. A vízzel egyébként nem lesz gond. Na, ez itt már telítődött is, tehát ez például tele van szénnel. És ez mindjárt megkapja a vizet, amint a lenti pumpák elkezdik tölteni befele. Az is már tele van szénnel. Ezek mind telítődtek. A túloldali távoliakkal nem tudom mi a helyzet, hogy... hát ide egy-egy jut, még ez nem az igazi. Ezeknél víz, semmi. És az elsők most már lassan tele lehetnének, lassan tele is lesznek. Na, meg nincs víz. Elvileg most már mennek a lenti. Na, valami. Ugye 160-at vesznek most föl. Nem értem, hogy miért nem jön még föl a víz. Lemegyünk megnézni. Vízpumpákat, de én szerintem, tehát ugye zölden világítanak, úgyhogy mennek. Csak az, ez a kérdés, hogy itt már megjelent, hogy itt már van víz. És ott fölfele is kéne lennie. Aha, most töltődik föl. Jó, most megy a felső szintre a víz.
Hát ez így néz ki. Tehát itt ugye konkrétan 3 vízpumpa, 8 generátort tölt meg vízzel, meg ezen az oldalon is. És most már elméletileg akkor 16 fog működni. Fölért a víz? Hát 0,7. Igen, egy pici ott van, megjelent, jó van. Megjelent. Igen? Kilógott. Azt hogy? Hát akartam neki építeni, de mindjárt megoldom. Meglógott. A kis doggó. Na, ebben már van víz. Igen, ez már fullon van. Ebben még nincs. Sok egyébként itt is a hálózatot ugye föl kell tölteni vízzel, a csöveket, és csak utána lesz. Itt egyébként írja is, hogy mennyi van a csőben. Jó, most már ez is telítődik. Ez tele van. Hát ebben még nincsen. Most kezdett el megjelenni a víz, igen. Most már itt is van 3 köbméter. Oké, és az utolsó. Úgy látszik, hogy errefele jön utoljára meg a víz. Na most már itt is elkezdett fölfele menni, és elkezdett dolgozni. Nagyon jó. Szerintem azok is most már működnek, mert megy befele a szén. Jó. Az telítődött, itt már tele van. Ugye többet termel az a bányagép, és elméletileg ez 270-et tud elhozni, ez pedig 240-et termel. Most, hogyha elkezdjük számolgatni, hogy ez 15-öt használ percenként, és van belőle 16, akkor egy gyors számítással 15-ször 16, az 240. Tehát gyakorlatilag pontosan annyit fog megzabálni, amennyit termel az a bányagép ott. Tehát elvileg fönt tudja tartani. És a lényeg az, hogy elértük a célt, megvan a folyamatos áramtermelés. Hát most egyelőre még ugrál, mert még nem mindegyik megy folyamatosan, de ez be fog állni, és akkor folyamatosan 1200 megawattot fog termelni, és lentén pedig szétszedhetem végre azt a kezdő fütyis rendszert, és nem fog már nekünk az kelleni. Ha lefelé jössz, akkor nézd meg, kulturáltan elkerítettem neki egy kis részt. Jó, kicsit itt fönn színezgetek. Jó, megyek, befejezem, csak meg kellett fogni. Ja, semmi gond. Na, úgyhogy a mai streamnek a fő feladata az gyakorlatilag elkészült. Van energiatermelés, nem kell fát vágni, nem kell biofuelt gyártani, úgyhogy ennek rohadtul örülök, mert eléggé unalmas volt állandóan elmászkálni, anyagot szedni, úgyhogy itt meg még egy kis idő lesz, mire az egész majd feltöltődik, mert kell neki idő, úgyhogy. No. Természetesen majd itt még meg lesz csinálva normálisan a feljárat, meg az alsó szint is meg lesz rendesen dizájnolva, meg utak lesznek, meg lefestve, meg stb. De ó, ide be lett zárva szegénykém. Szia! Hát szia, mi a helyzet? Gyere nyalom a szám. Nem? Na, meg lett simogatva. De nem tudom, hogy miért nem akar egyébként. Miért én eszem meg? Nem lehet neki odaadni. Szia, Doggo! Nem tudom. Hogy a másik fajtát eszi? De nem, mintha ezt láttam, hogy ilyet adtak neki. Igen. Nem baj, megvan fogva az a lényeg, majd a későbbiben kitaláljuk, hogy lesz, mint lesz. Egyébként ez az alap setup mindenkinek, tehát általában ezt szokták legelőször. Le kell dobni neki a kaját? Na, bad boy, és hogy lehet eldobni a kaját? Egyet dobja ki így. Na, várjál. Mindjárt szétszedjük a stacket. Hogy kell ezt, várjál.
Rányomsz és kukat. Ott van, megette! Téma Lizard Doggo. Talált valamit? El lehet nevezni. Mi legyen a neve? Na? Nem tudom. Na mi legyen a neve? Ezen gondolkodni kell. Inventória. Még nem talált semmit. Köszi, Bad Boy. Gatyasz. Mi az, hogy gatyasz? Az milyen név, hogy gatyasz? Gatyasz? Na. Á, ne. Valami rendes neve legyen már. Dongó. Legyen Dongó. Jó a Dongó? Jó a Dongó. Akkor legyen Dongó. Oké. Okay. Dongó lesz a neve. Mostantól a neved Dongó. Így van. Godzilla, persze. Na, adunk neki még egy kaját. Tessék, egyél csak. Nem? Nem akarsz enni? Nem? Ott a kaja. De mindegy, ott hagyom neked. Most nem éhes. Most nem éhes, ha jó, oké. Okay. Hajtod a Sharpst. Na, hát akkor sok sikert hozzá. Miért nem inkább a Satisfactory-t kezdted el? Megette szerintem. Aha, megette a másikat is. Na, mit találtál? Találtál valamit? Jó el van, ahogy nézem. Hát az a csőt neki egy picit rossz helyen van, úgyhogy mindjárt kijed. Hát én eredetileg egyel odébb zártam, csak utána oda menekült, és már nem akart visszajönni. Fél fal. Egyméteres. Egyméteres fal. Egyméteres fal? És hogy megemelted? Abból van kettő. Aha, ja. Kettő egymáson. Aha. Mindjárt áttelepítjük őt ide a kintebbi részre, hogy ne a cső alatt kelljen szegényke. Na már megy is, jó van. Már át is cuccolt. Na, viszont ne gyere vissza, mert hagyd zárjam le. Gyere arrébb, gyere ide. Gyere ide, úgy. Na, így már nem tudsz kimenni, úgyhogy akkor szépen megvan. Melyik a X-a? És ez nekem miért nem olyan színű? Ja, mert én nem olyat raktam szerintem, mint te. Ja, igen, mert nekem beton van. Gyere vissza! Majdnem elrontottam. Leült, hallott, te aranyos! Öcsém! Hát ez nagyon jó. Ezt nem tudom, ki találta ki, de ez fantasztikusan jó. De most már pajtik vagyunk, úgyhogy nem akarsz megszökni. Kell neki majd csinálni a normális helyet. Na. Jó, most már itt el lehetsz. Nem kell itt a cső alatt bujkálnod. Jar Jar! Jar Jar Binks, azaz. Hát a fila az egy az egybe egyébként, igen, tehát. Volt ennek valami, hogy lehetett osztani, vagy én nem tudom. Pajcsi? Gyere, egyé. De hogy leül, hallod?
Félreáll a nyelve. Jó van. Na, megy az energiatermelés, úgyhogy most már akkor ezzel rendben leszünk. Közben itt a kis kutyi is, úgyhogy nincsen semmi probléma. És akkor majd itt még ugye különböző design elemek lesznek, mert ez még így funkcionál már, de még nagyon messze van attól, hogy jó legyen a dolog. Hát ezek itt eléggé szarul működnek. Egyébként erre egy megoldás lesz majd. Sőt, azon gondolkozom, hogy igazándiból ezt egy módon meg lehet oldani. Hogy ezt egyelőre lelőjük, és akkor folyamatosan ugye megy bele a szén. És csak utána kapcsoljuk vissza. Már ez inkább ezeknél, ahol csak egy-egy van benne itt a fontosabb, hogy ne égess el, hanem picit gyűjjön benne és utána. Most már jónak kell lennie. Az oldal az teljesen jó, föl van töltve fullra. Egyébként majd ez akkor lesz teljesen fullos, hogyha a első upgrade-es dolog ki lesz fejlesztve, mert ugye lehet ezeket a gépeket, van itt egy ilyen upgrade-elős doboz, ebbe lehet majd ilyen speed upgrade-eket rakni, és akkor, hogyha azt a bányagépet egy picit megturbozzuk, akkor már ide bőven fog elegendő szenet bányászni. No, oké, van energiánk, 1200 megawatt. Megyek le akkor. Egyébként itt ez most miért nem megy, miért sárga? Nincs benne szén. Miért nincs benne szén? Egyébként ennyi bőven elég lesz ahhoz, amit szeretnénk ugye megcsinálni. Akkor a fejlesztéseket megcsináljuk, amik még hátra vannak, összekopácsoljuk az alapanyagokat hozzá. És mindjárt visszakötjük az összes termelést is. Remélhetőleg nem fog kihagyni semmit. Egyébként messziről rohadt jól néz ki. Direkt ilyen dizájn szerettem volna, hogy van egy talapzat, meg egy valamilyen épület ugye alul. A vízpumpákat elrejtjük az épületen belülre, és fölül csak a generátorok látszódnak. Amúgy is nagyon magasak, tehát a kémények azok nagyon magasra érnek, mire befettük volna, nagyon sok anyagot elvitt volna, és amúgy is ott füstölnek, úgyhogy így legalább nyugodtan tudnak füstölni, hogy füstöljenek. Holdat leverik. Voltak egyébként nagyon durván nagy gépek ebben a játékban. Például a tesóm azt mondta, hogy neki az nem tetszik benne, hogy ilyen nagyon nagyok a gépek, de hát mondom, figyelj, hát most valami méretnek azért kell lennie, mert nem lehetnek ilyen picike kis gépek, szóval azért szerintem meg ez mondjuk így pont jó benne, hogy ilyen nagy a dolog. Na, ezeket én fullra elbontom, mert nem kellenek ezek ide nekem, tehát itt jön az átalakítás minden mértékben. Amúgy is ezek a izék nagyon botrányosak már, ezek a picike villanyoszlopok a négyes bekötésükkel. Úgyhogy ezeket elbontjuk. Jó, itt nem is maradt több. Itt föl tudok futni ezen a szalagon? Föl. Okay. Most egy nagyon picit le fog állni minden, mert ezt is csináljuk így, oké. Okay. Csinálod ott a maradék dolgokat a épületnél? Bocsánat, közben lemaradtam, mert telefonom volt. Ja? Jó, semmi baj. Csinálom, de most egy picit el fogok köszönni. Jó van, rendben. És visszatérek. És visszatérsz, mint a Terminátor. Oké. És befejezem a dizájnolást. Értettem. Nem tudom, ezt hova rakjuk.
Jó van, hamarosan érkezem. Oké, jó szórakozást. Oké, meg lesz, szia. Pepe. Tok. Sziasztok. Na, ez megvan. És akkor mondjuk valahova még ide egy oszlopot bedobunk. Ez lesz, ami tovább jön. Oké. Ez is be van. És most itt az érdekes, mert ezt is elbontom. Mert ezt innen akarom továbbvinni, ez megkaphatja az áramot. Igen. Ez azt hiszem oda ment? Nem, ez hova ment? Oda. Oda ment. Jó, azt visszakapcsoljuk, mert ugye eddig állt. Ezt vissza kellett kapcsolni, oké. Ja igen, és itt... és meg kell fogni a dolgokat. Innen jöhet ide, a bányagép. Ez tovább, és akkor ide. Ez oda. És innen bekötjük akkor a... azt is ott el kell bontanunk a darálónál. Oké, és ez pedig ide. És most már mehet a daráló fullon, mert most már nincs szükség arra, hogy le legyen néha-néha állítva. Jó! Én szerintem minden működik, de mindjárt fölmászunk ide a tetejére és megnézzük. Ugye ami zöld, az működik. Rendben van. Azok ott állnak, mert szerintem tele vannak. Mindjárt megnézzük. Rakunk a darálóba. Közben kipakolgatok, mert most robbantani nem fogok. Jó. Ja nem, ezek ki lettek kapcsolva, ezeket vissza kell kapcsolni. Aha. Jó. Oké, és működik. És akkor, ha megnézzük a hálózatot, akkor megy a 1200 megawattos termelés, és körülbelül egy olyan 300 megawatt az, ami fel van használva. Rendben. Hadd pörögjön, és akkor nézzük meg a feladatokat, hogy miket lehet még megcsinálni. Ugye tier 3 kivégező, jöhet a tier 4, akár ez például. Ezt mindenképp meg akarom csinálni, mert a power storage-et ezt ki akarom próbálni. Szeretnék csinálni egy ilyen kis épületet, vagy bármilyen platformot, amire fogunk ilyeneket rakni, és ez azért kell, hogy legyen tartalék energiánk. Tehát ha átépítünk, vagy leveri a biztit, vagy bármi történik, akkor innen tud menni tovább a hálózatunk, és nem lesz semmilyen probléma. Na, nézzük akkor, ebből mehet bele neki 2000. Ez megvan, kell 100 darab. Célgerenda megvan. Jó, ehhez mi kell? Beton és oké, és gyorsan lekraftoljuk egy darabot. Ugye a meglévő termelést is ki kell bővítenem, mert ideig gyártjuk csak a dolgokat. A kockát azt már nem gyártom, azt meg kell csinálni, hogy kockát is gyártsak, és a rotort és a statort is bele kell majd ebbe foglalni. Ezen felül pedig el kell hozni a szenet egy másik helyről, és külön acélgyárat kell csinálni a acélgerendának, az acélcsőnek és ennek is, és azt hiszem, hogy egyelőre ennyi lesz az, amit majd meg kell csinálni. Tehát itt van egyébként ugye a power shard, amiről beszéltünk, majd az lesz az, amivel lehet boostolni a bányagépet. Úgyhogy most az jön, hogy a maradék fejlesztést meg kell csinálni, a környező alapanyagokat ki kell nyerni, ki kell szedni, és mindent, amit eddig nem csináltunk, azt automatikusan gyártani kell, és mehet föl majd az űrliftes téma. Jó, megvan az 50, és kell még 200 darab kocka, ami, igen, vascső, ez. Fajta.
Hát ez egy darabig el fog tartani, mert... Van egyébként a dobozban? Igen, van 7 darab, azt elhasználjuk. Jó, hát akkor hadd törögjön. És hogyha egyébként minden megvan, tehát hogyha ezek a dolgok elkészültek és mindent automatikusan gyártunk, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy mekkora területet kell megépíteni ahhoz, hogy ez a gyár mind beleférjen. Ugye itt a részdolgokat fogom gyártani, a vasdolgokat fogom gyártani, az acél dolgokat fogom gyártani. Tehát mindent, amit itt a kezdő meg a kő dolgokat, sőt még a quickwire-t is, ugye a kateriumot. Tehát minden olyat, amit itt a kezdő környéken ki tudunk szedni, azt mind szeretném egy gyárba besűríteni, és ezeket ott gyártani. Azt nem tudom, hogy még ez hogy fog kinézni. Maga a dizájn az valószínűleg ugye ugyanilyen kockagyárszerűség lesz, viszont hát kívülről majd szép lesz. Caterium? De ott van, tessék, ott van Caterium. Most miért mondod? Az a Caterium. Egyébként az ugyanaz, mint az arany, ugye elmondta a Ada, a Csajci, ugye aki mindig szokta itt kommentelni a dolgokat, de egyébként ugye rá is van írva, hogy nagyon jó a vezető képessége és a rozsdásodás elleni ellenállása, tehát a elektronikai cuccokhoz nagyon jó, és igazándiból arany helyett tökéletesen használható. Cicarium, jó. Hát azért ennyire nem. Figyelj, végül is a faktóriumban csak rész van, ha jól emlékszem, úgyhogy ott nem mentek tovább. Érdekes egyébként, hogy ez gyakorlatilag ugyanúgy faktórió, csak 3D-s, tehát. Na, mindjárt megvan a fele 100 darab. Csak jó lassan van meg, mert... Egyébként erre egy-kettőt lehetett volna én szerintem fejleszteni a kézikraftolásra, mert jó lett volna, hogyha tudjuk egy picit boostolni, de hát... Nincs ilyen lehetőség végül is. Végülis a gyárak a lényegek, hogy automatikusan gyártsunk mindent. Na, bedobunk akkor 100-at. Ez a fele. És akkor még... Ja, még 100. Na és hogy tetszik az új játék? A shapes, a formák. Pörög ez erre? Osztogatod meg tolod ide-oda a különböző izékat, alakzatokat? Hát igen, egyébként hát tudom, igen, vágni, forgatni, igen, tehát ezért mondtam, hogy szia Milka, hello, mi a helyzet? Ezért mondtam, hogy egy picit olyan furcsa, mert egy ilyen játék után nekem egy picit olyan visszalépésnek tűnik, de ettől függetlenül hasonló dolgot ebben csinálni, az is egy gyáras játék. Szint keversz, festesz, piros, kék, egyenlő, lila. Akkor figyelj, nagyon fejlesztő ez a játék, úgyhogy... Jó, egyébként el is hiszem, tehát én szerintem a Factorio meg a Satisfactory kimaxolta ezt a játékstílust, tehát nem hiszem, hogy bárki is labdába tudna mellettük rúgni, mert ez a kettő játék nagyon pörög most. Na, Raid Shadow Legends-el játszol? Kérlek szépen, én azért kezdtem most, vagy hát nem újra kezdtem, egy kicsit folytatom a Hero Wars-t, ugye az is hasonló, mint a hogy hívják, a Raid Shadow Legends, de a Raid Shadow Legends az nekem nagyon kipörgött, én nem
nem igazán hiszem, hogy fogok vele játszani. Mert nem nagyon lehet előrébb jutni. Igen, mobilon tolom. Van PC-s is a Hero Wars-ból. Gondolkoztam, hogy kezdek egyet, és gondolkoztam, hogy streamelem is. Vagy így a streamek végén egy ilyen fél órás levezető dologként, de aztán úgy döntöttem, hogy nem csinálom. Folytatom a mobilost, és az, amit folytatok. Amikor éppen úgy van, hogy ráérek egy kicsit, aztán bohózkodok. Rise of Kingdoms. Egyébként sok ilyen játék van, és néha az ember ilyenekkel is játszik, nem mindig csak a komoly gémekkel. Na már csak 15 és meg vagyunk. Igen, ismerem az ilyen városépítősre. Azok között is vannak jók, meg néha az is érdekelne, de ennyi játékkal már az ember egyszer nem tud játszani, úgyhogy ennyi ideje nincsen. De a Hero Wars az nekem tetszik, úgyhogy szerintem az egy picit jobban van megcsinálva, mint a Raid Shadow Legends. De ez csak saját vélemény most így hirtelen. No, megvan akkor a következő 100 darab, és küldhetjük föl. Gyerünk, let's go. Milestone reached. After several pioneers started exhibiting traumatic responses to power blackouts, Fixit developed mitigation tools recommended by your local therapist. Power storages can hold excess power to delay or prevent blackouts in the eventuality that your factory's power consumption exceeds production. To simplify, these are rechargeable batteries. Power towers carry power lines for significantly greater distances than poles, facilitating factory expansion and exploitation of this environment for the good of Fixit and humanity. Na, itt van ez a energiatárolás. 100 megawatt órát tud egy óráig. 100 megawatt egy óráig. Az most 1200-at termelünk. Hát a 100 az ilyen éppen, hogy csak egyébként. Fú, ilyen nagy. Azt hittem, hogy kisebb. De fogunk majd ilyet csinálni. És ez a másik, amiről ugye beszéltem, ez a villanyoszlop. Ebből két fajta van. Az egyik, amire föl lehet mászni, a másik az arra, erre nem. Ugye oda lehet a alsó részre kötözgetni a kicsiket, és fölülre meg a nagyot, a távvezetéket. Egyébként szerintem rohadt jól néz ki. Hát nem is kicsit elkezdett a pénz irányába menni, egyébként a Raidnél az a baj, hogy egyszerűen nincsenek hősök. Azt rontották el, túl sok hős van, túl keveset lehet megszerezni, és túl kevés a jó hős, tehát a szorzók nagyon rosszak egyszerűen, nem tudsz úgy nyitsz 10-20 olyan hőst, ami semmire nem jó, és egyszerűen nem jutsz előrébb. Tehát nagyon elrontották azt a játékot, úgyhogy a Hero Wars ilyen szempontból jobb, mert ritkábban jön be egy-egy hős, és ott lehet mit csinálni. Na, úgyhogy ez a nagy villanyoszlop, most egyelőre nem rakunk sehova. És azon gondolkozom akkor, hogy ugye nekem most a kraftolásra kéne összpontosítanom. Mindjárt megnézzük, hogy pontosan hol hagytuk abba itt a dolgokat. Itt volt egy olyan gyártó rész, amit végső soron nem fejeztem be. Ugye itt gyártom a lemezt, ezt a Reinforced Iron Plate-et, és ugye a következő az lett volna, hogy nézzük meg, itt van a Reinforced Iron Plate, megvan. A következő lett volna, én úgy emlékszem, hogy a kocka. És a kockához biztos, hogy a kocka lett volna, nem a rotor. Szerintem a rotor lett volna. Várjunk. A rotor az ez kell, a kockához meg ez. Jó, tehát akkor ebből, ami kijön, bocsánat, fa, de te itt most nekem útban vagy. Ebből, ami kijön, ja, és ezt vissza kéne térni az egyes szalaghoz, mert úgyse tudok sokkal jobbat. Szóval onnan, ami kijön, ez ugye, ha jól emlékszem, akkor igen, ez az Iron Rod. Ezt nem akarom nagyon
tárolgatni, ebből csak annyit akarok, hogy legyen elosztva. Mert ugye kell nekem egyszer a rotorhoz, ott van, és a rotorhoz meg kell ez a csavar, az ott van, az el van osztva, az már jó. És utána pedig, tehát akkor a rotor megoldva, és utána kell a modular frame, amit majd az elosztott részt kiszedjük ezt, és innen pedig szedünk ki ilyen reinforced iron plate-et. Jó. Ezt itt már meg is oldjuk, mert ezt úgy fogjuk megcsinálni, hogy jön egy elosztó. Nem merger, hanem a splitter. Igen. Most már ilyet fogunk rakni, a nagy ládát. Hogy menjen bele ezerre szépen. Így. Igen. Tehát el fogjuk osztani értelemszerűen a lapot. Egy ugye be fog menni oda, egy pedig majd ide. Okés. Akkor azt onnan el kell hoznunk, és kell egy elosztó. Ugyancsak. Azon gondolkozok, hogy kb. Meddig hozzam el. Visszajött a fütyiske. Mondjuk ideig elhozzuk. Így van. Ez milyen, ez már nagy, nem ez még kicsi. Akkor ide bedobunk egy... Na, ezt jól elcsesztem. Ezt akartam. Jó, ide bedobunk egy ilyet. Jó, és akkor ugye arról volt szó, hogy... Először rotor. Az kell egy assembler. De két assembler kell. Csinálnom kell egy pár rotort. A hozzá anyag vajon? Csinálunk kettő darab assemblert. De kicsit előrébb. Nem tudom ide. Egyet. De még egyet. Jó. Ez lesz a rotor. Ez belemelt oda, ez pedig oda. És akkor a rotornak ugye megvan a két alapvető alkatrésze. Jó. Ez pedig lesz a kocka. Kell a reinforced iron plate. És a másik pedig az Iron Rod, az pedig ez. És megemeljük. Nem mondom, hogy marha szép, de cserébe működik. Oké. Okay. Jó. Jó, hát ide nem sok jön ugye, mert ez a gyártóegység, ez nem túl sokat gyárt, de jön, és automatikusan most már termelődik. Oké. Okay. Modular frame.
Ez pedig a rotor. Természetesen ezt a termelést majd meg kell tóni egy kicsit. De az a lényeg, hogy működik. És akkor jöhet. Jöhet kettő. Tárul a végére. Rendben. Na, itt. Itt még semmi, igen, még nem. Ez viszont már igen csinált egy rotort. Jó. Ez meg ugye gyártja ezt. Oké. Okay. Rendben. Ugye most már van energia, úgyhogy mehet minden is. Jó. Ezt itt most szétkapjuk. Mert ezt úgy akarom, hogy ide legyen kettő nagy. Az a lemez. No, tehát akkor nagyobb itt a tároló kapacitás, ezt is megcsináljuk nagyobbra. Rendben van. Jó. Oké, termelhet minden. Ott automatikus, már amennyire lehetséges. Itt akkor a rotor készül. A megerősített vaslap. Itt pedig a kocka, ami hát most fogja még csak az elsőt csinálni, mert hát lassúcska. De nem baj. Visszatértem, miről maradtam le? Rendben. Hát kérek szépen, most már automatikusan készül a rotor és a kocka is. Igaz, hogy rohadt lassan, mert nagyon kevés az alapanyag, de készül, úgyhogy mindjárt legördül a... Bajusz Zolinak köszönöm a követést, üdvözöllek, szia Zoli! De mindjárt legördül a futószalagról az első kocka, ami már automatikusan készül, és innentől kezdve csak várni kell, hogy készüljön elegendő mennyiségben. Azt nézem, hogy megvárjuk, hogy kijöjjön innen. Tikettel hogy állunk? Mivel? Tikettel. Ja, egyelőre sehogy. Az jó. Egyelőre sehogy, mert most itt próbáltam ezt kiépíteni és átrendezni. Na, itt jönnek az első kockák. Az első automatikus kockák, és még több ezer fogja követni. Mindjárt rakok a darálóba egy kevés anyagot, hogy ledarálja, mert fel akarom tölteni, hogy hadd csinálja a tiketet, csak egyelőre össze kell szednem. Szevasz Zoli! Egyébként a neved ismerős szerintem valahol máshol már, mintha találkoztunk volna. Nem akarok hülyeséget mondani, de mintha úgy emlékszem. Köszi szépen! No, ugye itt van nekünk a lemez. Ezt feltöltjük, ami maradék, az mehet a darálóba. Itt is egy párat kipakolok. Jó, az maradjon nálam. Csavarból is. Oké, többi mehet a darálóba. Itt is ebből van jó pár, hál' Istennek, úgyhogy nem lesz belőle hiány. Kábelből most nincs. A acél lesz mindjárt a következő majd, amit elkezdek, csak még egyelőre nem, mert kell hozzá pár dolog. És először is elmegyünk felrobbantani a kateriumnál, amit fel kell robbantanunk. Na, ezt az acélt kirakom, mert most nem kell.
innen még a rezet, ami olyan, kiszedjük, és egyébként ez a rész marha jól adja. Oda autóval megyünk, ugye? Akkor jövök. Mi a Kateriumhoz? Hát mehetünk akár autóval is. A kis rózsaszín teherautóddal. Trakesszal. A Trakessa. Várjátok, le kell innen ugratnom. Ennyi. Egyébként párom hívta fel rá a figyelmemet, mert nagyon kevés volt a ticket az építéshez, hogy lehet ezt a DNA-s kupont is használni. Ugye, ha megjöjjük az ellenfeleket, akkor lehet belőle csinálni ilyet, és ebből csináltam egy csomót, vagy 20-at kb. Csak sok ellenfelet meg kell hozzá ölni, úgyhogy az is van, csak idő. Na, itt vagyok, mehetünk. Nem tudom, melyik. Hol a Trakesszom? Hát valahol ott kint. Megvan. Oké, egy pillanat, csak... Jó. Na, beindítjuk a Trakesszt. Egyébként lehet, hogy majd lassan lehet buggy-t csinálni. És az sem lenne rossz. Na, egyre több a gép. Sikim, erre vagy? Mögötted. Ja, jössz? Jó. Valahol erre fölfele, ugye? Nem. Arra. Vasszalok. Hoppá, van itt valami. Mercer. Igen. Mercer gömb. Uh-huh. Most csak közben ezeket meg kell ülni. Jó. Nem kellett volna felszednem? Meggondoltam, felszedem, de akkor... Akkor most már nálad van. Bocsánat. Time spent daydreaming will be deducted from your sustenance budget. Azt mondjuk, kell fölmenni? Ja. Hújjaj. Kicsit közel van. Látom, te is nagyon nyomatod. Kicsit közel vannak a kerekek egymáshoz. Én viszont itt valahol megállok, én nem megyek ezzel tovább, nem akarok lezuhanni vele. Úgyhogy itt nekem ez tökéletes lesz. Na, ezeket meg felszedjük. Ide is majd kell hozni bányagépet. Gyere csak, gyilkolászunk. Egy ellenfél. No, akkor felrobbantjuk. Kicsit állj hátrébb. Akkor robbantás. És akkor megvan a Katerium, ez pure, rengeteget fog adni, úgyhogy mindjárt vissza is rakom a kis bányagépeket addig. Mert egyelőre még nem hozok ide bányagépet. Oké, mehetünk. Itt volt egy csiga, azt már ezt szedtük? Szerintem igen. Jaj, vigyázz el, ne is. Már megtörtént. Ja, akkor bocsánat. És ilyenkor sérülsz? Igen. Ajjaj. Na, lemegyünk a szénhez, jó? Az a túloldalt van. Építünk oda egy kis platformot. És azt a szenet föl kell hoznunk a bázishoz, hogyha akarunk belőle acélt csinálni, mert abból lehet szénből meg acélból. Vagy szénből meg vasból. Hoppá, ellenfelek, mindegy. Most el vannak ott. Na, itt letesszük a járgányt. A szén az ott van lent. Hogy itt lesz ellenfél, majd meglátjuk. Na.
Hát... mondhatni elég idétlenül van az izé. A grid. De mindent grid helyesen akarok lerakni, úgyhogy hát ez most ilyen lesz. Nem, mint hogyha szerintem ez végleges lenne. Nézd ott egy kék csiga. Oh. Ott nagyon messze. Ja, látom, aha. Hát azért most valószínűleg nem fogunk elmenni. Na, ez így elég, nem fogunk leesni. Én még ide raknék egyet, de... Hol rakunk? Itt az egészet végig rakhatjuk igazán, divol, mert... Nem baj az, ha több van. Kevésbé fogunk leesni. Na. Elvileg itt valahol, igen, van ellenfél, csak hol? Nem látom. Gyere, ezt felszetetette. Köszi, de először várjál, mert valaki lő rám. Nem tudom. Bele van bugolva a földbe. Ez így nem lesz jó. Mégis hogy jöjjön meg, hogyha nem látom? Vigyázz, valahol ott lő, igen. Meghalt? Szerintem... Ne, nem akar. Na most már meghalt. Jó, a helyes. Nem tudom, hogy esett be oda. Na, ott van egy, jó van, mindjárt felszedem. Egy mercer gömb? Nem, ez ízés. Nem. Ez a Sommer Slope. Alien cucc. Jó, hát akkor ennyi. Van ez is. Szóval, ezt fogok mindjárt csinálni, be is rakom egy MK2-es bányagépet. El kell ide jönni vele, ez is pure szén, igen. Ezt föl kell vinni az a felső részre, és valahonnan még vasat is oda kell vinni, és akkor mehet az acélgyártás, de úgy, hogy abból kell csinálni, mindjárt mondom, több dolgot is. Steel beamet, steel pipe-ot, 2, és volt még valami, amit akartam, az enkészed industrial beamet, ahhoz meg kő is kell majd. Jó, na, mehetünk. Na jó, tudod, mit még ide is építünk, mert ez engem itt zavar. Így már jó lesz? Tökéletes. A követ azt valószínűleg innen fogom majd kiszedni, toldalt van egyébként kettő kő is, azt hiszem. Hogy azokat fogom majd... Te csak így mész harcolni? Agyon versz mindenkit is? Muszáj, kellenek a tiketek. Igaz. Na, itt van egy. Akkor ide kell még bányagép. Van még egy. Igen, két bányagép kell. Nem az. Nem az mi? Van egy harmadik ellenfél. Ja? Elbánsz vele? Persze. Ez egy impiúr, vagyis 30-at ad. Az nem túl sok. A másik kő az meg itt lesz. Ez egy normál, az meg 60. 90 lesz. Valószínűleg egyből kőgyártás lesz. És a másikból meg akkor ez a betonacél, mert... De nem ahhoz beton kell. Jó, akkor az majd, akkor az egészből betongyártás lesz, és akkor onnan elosztjuk majd úgy, hogy beton is legyen, meg a beton acélhoz is, vagy acélbetonhoz, kinek hogy tetszik. Na! Nézzük. Van feladat bőven, úgyhogy... Ja, és lejárt az idő, másfél óra, úgyhogy mindjárt megemelem az asztalomat, és nem a kalapomat, hanem az asztalomat, és... Gyerünk, Trakesz, meg tudod csinálni! És fölállok, és onnantól kezdve így megy tovább a stream, mert... Viszont akkor ezt itt elbontom, mert ez egy ideiglenes acélgyártó egység volt, amire mostantól nincs szükség.
Oké. Mert a kukába. Jó sok acélt összeszedtünk. Ezt először ki kell pakolni. Egyáltalán kifér, de nem is fér ki. Jó, a katerium az, nem is tudom, hogy valahol ide kirakjuk. Kell hely a táskámban, mert nincs elég hely. Robbanószert is kirakjuk. Oké, bányagép az van bőven, tehát azt el tudom vinni. Oké, steel pipe az van készen. Oké, kockát kell csinálni. Igen, abból kell még egy pár darab, és akkor még beton acél. Na, addig is mehet az asztal fölfele. Egyébként ez így a gerinc problémámra nagyon jó, hogy tényleg így az asztal megemelhető, és nem kell állandóan ülve gép előtt görnyedni, úgyhogy nagyon sokat számít. És akkor ide pedig kell beton és acélgerenda. Azon gondolkozok, hogy szerinted egyes vagy MK3-as szalaggal hozzam föl a szenet meg a többi alapanyagot? Hát MK3-assal. MK3-assal? Van annyi a cél szerinted, hogy... De mert lassan fognak gyártani, tehát nem vagyok benne biztos, hogy szükség van arra. Lehet, hogy azt majd olyan helyre kéne rakni, ahol már tényleg komolyabb gyártás fog zajlani, vagy nem tudom. Mindegy, egyelőre még a vashoz is kéne csinálnom bányagépet, mert ugye ez még csak a szén meg a kő, úgyhogy... De mindjárt megoldjuk. Na. Hogy állunk? Hát nem szerintem csak izére MK1-es. Beton mindenképpen kell, mert az nincs nálam. Kecső is. Kaptunk Dongótól ajándékot. Na, mit adott? Katárium tekercset. Az is valami. Figyelj, esetleg azért nem szeretnéd kifejleszteni? A kvarcnál a kristályoszcillátort és abból meg a bugit. De majd mindjárt csak befejezem itt a... Hogyha, hát persze csak akkor, hogyha van kieső időd meg energiád, mert egyébként nem feltétlenül száj. Mindjárt csak megetettem Dongót. Jó, ilyes volt. Hát ha már adott ajcsit, akkor én is adtam neki. Ennyi. Elvileg adhat jó dolgokat is. Sokszor füstösnek, mert fel kell robbantani, mert a baj van velük. Na, először a szenet csináljuk meg. Hoppá, itt is egy kék. Gyorsan összeszedjük. Szevasz, te kis csiga! Zsoltnak köszönöm a követést, üdvözöllek. Mi a helyzet? Megkérdeztem Zsolt, hogy honnan találtál rá a csatornára? Ha úgy gondolod, hogy publikus és szeretnéd megosztani velünk, akkor kíváncsi lennék, hogy... Hol találtál rá a csatira, esetleg YouTube-on, TikTok-on, Facebook-on, vagy esetleg máshol. Hello, ajánlott a Twitch. Na! Ez is ritka egyébként, hogy Twitch ajánlásból valaki ide talál. Hát akkor üdvözöllek. No, itt egy MK2-es bányagép akkor rendel.
És ugye ő fogja nekünk a szenet biztosítani a acélgyárunkhoz. Innen most ugye el kell vinnünk a szalagrendszerrel a szenet egészen föl a fenébe. És ennek még ráadásul áramot is kell valahogy kukáznunk, mert anélkül nem fogjuk tenni. De mondjuk ezt most itt meg fogom oldani egyszerűen, mert egy rendszerre rá fogom rakni a izét. Legalábbis én úgy érzem, hogy egy rendszerre fogom rárakni a szalagot. Nem ér le addig? De leír. Nem, túl hosszú. Hú, bakker. De jó lesz. Az már jó. Na, tehát úgy gondoltam, hogy van ez a stackelős. Így egymásra lehet ugye ezt rakni, és akkor alul fölül fog menni én szerintem legalábbis most így. Első ötletnek. És egyelőre nem annyira izgat, hogy ez itt hogy néz ki, mert ez is mind csak ideiglenes. Tehát nem lesz ez egy hosszú távú projekt, nem fog így maradni. Egyáltalán azt nézem, hogy hol jöjjön, mert valahogy értelmesen kéne megoldani. Megemeljük, jó. És akkor ugye erre hozzuk el, mert itt lesz a... Jó, valameddig eddig. Eddig engedi, kb. Eddig. Rendben, itt lesz a első kőbánya. Kb. Igazából tök mindegy, hogy merre fog bányászni, csak valamerre adja ki az anyagot. És itt lesz a második. Aha, előtte ezeket el kellene mondani. Na, kész a fejlesztés. Research completed. Köszönjük szépen. Crystal oscillator recipe unlocked. New quartz research available. A buggy egy kicsit szerintem azért jobb, mint ez a kis teherautó, nem? Kevésbé borulékony. Nem tudom. Szerintem ez nagyon cuki. Ez a kis teherautó? Uh-huh. Na, itt a bányagép a következő. Itt azon gondolkozom, hogy ez 60-at fog adni, a 120-at. Mennyit tud az egyes szalag? Jó. Oké. Akkor innentől kezdve kell, az már ugye kettő lesz, tehát akkor egy, kettő, az alsó lesz a szén, a főső lesz az egyik kő, oké, és akkor ide meg már három kell majd. Főső. Ó, hogy bakker. Pont nem ér el addig. Oké. Így már talán jó lesz. Azért. Oké, és... Na. Közben elviszik mellett az áramot is.
Legyen meg az is. Jó, áram és szalag megvan. Az összes. Úgyhogy most már csak oda kell akkor végleg vinni. És ki kell találni, hogy pontosan... Ja, ez még egyébként még mindig nem elég, mert ide még a vasat is el kell hozni. És a vas meg... Mindjárt megnézzük, hogy pontosan hol van vas. Hova legközelebb vas. Tényleg ott fönt van. Ott van 250-re. Az 220-ra, azok mik? Azok milyenek, amik fel vannak itt? Régen ezeket kihasználtam, tehát ezek voltak itt a bázisomnak a kezdő vas lelőhelyei. Impure, ez eléggé szar. Ez csak 30-30. Arra fel, ami van? A hátsó hármat, azt már kilőtted? Vasból. Vasat keresel, nem? Vasat keresek, csak olyat keresek, ami viszonylag azért többet ad. Azok. Hát a kezdő hármat ott, ami volt, azt már kilőttem. Valahol itt is... Nem arra gondoltam. Ugyat megnézem. Itt is van, de mi megnézzük, hogy ezek milyenek. De tudom, ott is vannak, csak ez is impure. Köszi. Szerintem amelyikre én gondolok, az pure. Igen. Ez is impure. Hát ott... Hát most hol? A Caterium fele? Nem. Akkor merre? Mert ott lent van a Caterium fele, mindjárt vagy három... Tudod, hogy hol van az én űrliftem? Azt tudom. Ott alatt a kettő van. Nem, fölötte van még három. Csak előtte meg kell ölnöm egy-két. Igen, nézem egyébként, mert most pontosan... Ez impure. Valahol erre fele vannak, de... Gyertük így. Itt lent van. Nem, ezek kicsik. Itt lent vannak, azt tudom, meg ott is van egy csomó, meg fönt is. De nézem, ez impure. Ez is impure. Ezek micsodák. Szerintem ez az összes impure egyébként. Impure, igen. Valaki rám támadt. Elő szokott fordulni. Ez is impure, ez is impure. Az 4, ez 2, az már 6, meg még itt fönt is van, de mikor ez elég messze van, lehet, hogy ami ott közel van, akkor lehet, hogy azt hozom el, és így is úgy is impure, szóval tök mindegy. Láttam egy csigát. Na, az mindig jó jön. Ez is impure, és ez is impure. Jó, tehát akkor gyakorlatilag, ha azt nézzük, akkor... Én hogy keveredtem ide? Itt van kettő, vagy itt van több. Szerintem azt fogom felhasználni, mert az van legközelebb. Úgyhogy az 60-60, mert 2-30-as, de hát a bányagép az ugye többet ad. Két csiga. Tele leszünk csigával. Le kéne ugranom a bányagépet tetejére, azt talán még túlélem. Még véletlenül se sikerült. Az jó. Na, akkor. Nem tudom, meddig tart, hogy meddig megy ez el. Jó, eljön.
Azt mondja, hogy a játék már 2 órája játszom, tarts egy pihenőt. Szerintetek? Biztos, hogy kéne mi? Vodkát gyártunk? Igen, gyártunk. Még ha csak minimális mennyiségben is. Bakker nem elég hosszú. Esetleg valami segítség, hogy merre? Hát... én inkább azt mondanám, hogy gyártsál kézzel, mert sokkal gyorsabban fogsz haladni, mert kb. Nem tudom, 5 percenként, ha csinál 2-t, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy elegendő a gyártási sebesség, de ott van egyébként a legszélén a vasnak valahol, a legutolsó gyártósoron. De szerintem még eléggé függ is a kapacitás. Megnézzük meg Bigérrel a... Oké, akkor... Nem mondó vagyok, hogy ezt már folytassuk onnan föntről. A Verdát meg lent hagytam. Gyere, elmegyünk. És van fönt egy csiga. Sőt, van ott más is, de... Egyelőre nem akarok menni, mert még a végén megölnek. Ajjaj, elzártam magam a... Verdával, másfelé kell menni. Körbe megyünk. Legjobb a duda. Meg ne nyomd. Nem, dehogy nyomd. Na szóval. Tehát akkor. Ide megjöttünk, és itt most egy kicsit fogunk építkezni, mert ez már azért csak egy nagy gyár rész lesz. Nem gondolkozom, hogy milyen magasságban legyen. Ez a 2 méteres. Lehet, hogy nagy lett. Reméljük ide fér a bányagép, nem kell arrébb építkezni. Na hát akkor húzhatjuk a többit.
Ez csak egy pici platform neki egyébként, tehát most nem óriási gyár lesz, meg mit tudom én, csak egyszerűen már akarok rakni alá valamit, hogy ne a földön legyen minden, mert sárban tapicskolunk, és már egyre kevésbé kezd tetszeni, úgyhogy... Kaptam egy achievementet, hogy építsek 5 km spagetti szalagrendszert. Ez megvan, nagyon jó. Na, tehát akkor az alsó lesz a szén, a kettő felső meg a kő. Oké. Okay. Ide kell két bányagép. Miért ne? Oké. Okay. Tudom, hogy ez innen medvére. Odáig nem. Ja, jó, akkor bekötöttem a hálózatba, akkor azok most elkezdtek termelni. Semmi baj. Semmi baj. Na, két bányagép rendel. Vasnak. Hello. Húsz kocka. És akkor ugye acél, először a vasat meg a szenet meg kell önteni, és akkor utána lesz belőle majd az acél, és az acélból kell ugye feldolgozni tovább ezeket a dolgokat. Úgyhogy ebből lesz még tervezés bőven, hogy hány gyártóegységgel, hány öntödekkel, stb. Jó lenne úgy megcsinálni, hogy nagyjából azért optimálisan, tehát nem feleslegesbe dolgozzon. Ne össze-vissza legyenek a dolgok, tehát amennyire csak lehet kihasználni a lehetőségeket. Na! Explorer unlocked. This personnel transport vehicle facilitates rapid traversal of difficult terrain and climbs like a mountain goat that has returned from extinction. Is fejlesztetted? Hát köszönjük szépen! Hogy gyártunk motort? Csáó. Egyelőre csak a rotort gyártom, még a többi az nem lett, most acélra akartam foglalkozni. Tudom, még rengeteg minden van, amit sajnos kell gyártani, de hát folyamatosan azon dolgozok, hogy minden legyen. Igen, steel pipe is kéne. Meg steel pipe az talán van még. Meg steel is. De egyébként nem sokára lesz steel. Kell nekem két. Hát azon vagyok, hogy az acéllal is most már ne kelljen külön szenvedni, hanem legyen minden. Tehát azt mondod, hogy steel pipe-ot valahogy gyártottunk? Hát itt van egy csomó acél készen. Igen, itt a szélső ládák, az tele vannak acéllal. Tehát az kézzel ment a gyártás, igen. Hoztam a bányagépekből föl a szenet, és az ment, úgyhogy... Azzal nem volt gond. Na közben azért néha nézzünk rá energiatermelő üzemre, mert megépült ott, de ott árválkodik. Na, akkor egy bányagép. Erre fel dolgozunk. Egy bányagép. Egy bekötés. Termelhettek is kb. Jó. Na, számoljunk, 60 per perc, okés, 60 per perc, nekünk foundry kell, akár, kocka, akkor először gyártunk még kockát, legalább 39-et, 45, szerintem legalább 4 fog kelleni. Sajnos még kénytelen vagyok kézzel gyártani, mert egyszerűen
az a gyártósor, ami van, az még nem nagyon alkalmas arra, hogy nagy mennyiségben gyártson dolgokat. Csak gyártogat. Egyébként is, amit itt látunk, azt nagyjából hát egy 6-8 órát szerintem legalább ment a játék, amíg más dolgokat csináltam, hogy termeljen anyagot. És legalább 4-5-ször el kellett mennem ugye a másik irányba kivágni az erdőket, hogy legyen elegendő biofuel. És összességében szerintem egy olyan 8-10 ezer, tehát 10... egy 50 stack szolid üzemanyag az belement a generátorokba. Tehát ami van anyagunk, itt ugye a vasak, meg a rezek, meg a mindenféle, ez idő alatt termelődött. Mert egyszerűen kell neki idő, amíg megcsinálja. Tehát most nem tudok. Nem lehet egyelőre felpörgetni jobban a termelést, úgyhogy... De... Most őszintén megszólva, ez a harmadik stream, ha jól emlékszem, tehát az ugye 9 óránál járunk lassan, plusz még a kis pár óra beletett idő, azért az annyira nem olyan borzasztó sok szerintem, hogy most nagyon szégyenkezni kellene, hogy eddig jutottunk, úgyhogy szépen haladunk a projektekkel. De fogok csinálni majd valami feljárót, mert én nem fogok mit kerülgetni állandóan a izét, sziklákat. Kerüljön majd valami más feljáró. Na, nézzük meg akkor, hogy van ez a foundry. Ja, nagyon jó, izét meg nem csináltam a rotort, bár azt mondjuk elvileg gyárt. Na, acél 45 per perc. Akkor a 120. Akkor három ilyen kell. Nem fog tökéletesen gyártani, de mégis jó lesz. Nagyjából. És ráadásul ezt meg el kell majd osztani, mert ez így nem feltétlen lesz jó. Kitaláltam a dolgot. Úgy lesz megcsinálva, hogy itt lesz a három foundry. Kb. Így fog kezdődni. Előállt a két versenyverda. Na, jövök, megnézem. Közben rotor is kell majd. Ó! A traktoroknál azért jobbak, mi? Rakunk bele benyát. Köszönjük szépen ezt a csodás kivitelezést. Kék-sárga versenyizés. Az meg rózsaszín, nagyon jó. Duda. Na, egy verseny. Hova? Nem tudom, csak úgy előre. Én ezeket a bugikat egyébként nagyon szeretem, mert egy pici gyakorlás után nagyon lehet érezni, hogy mennek az utakon, és néha föl lehet velük borulni, viszont rohadt jó, ahogy lehet velük közlekedni, úgyhogy imádom őket. Na, ezzel most már rengeteg helyre el lehet majd jutni. Ezt lehet, hogy nem kellett volna elcsapni, de mindegy. Kézifékes megfordulás. Legjobb, és ezzel is, hát egy-két alient el lehet vele ütni. Na nézzük meg, hogy mennyi rotort gyártott a gyártósor. Az kocka az... Üzemanyagunk van még bele egyébként? Van, persze. Van félretéve egy csomó izéből, előző rendszerből. Na, akkor én engedelmedre mostantól ezt fogom használni, és nem a traktort, jó? Jó. Ez egy picit gyorsabb is, meg jobb is szerintem. Na igen. Néha mondjuk nem a legtökéletesebb a közlekedési módszere az embernek, de... No! Foundry. Nem hoztam eleget. Akker.
Igen, ez a probléma, ugye, hogy egy-egy alkatrész sokszor hiányzik, és egyáltalán hozzá anyagom van. Jó. A konstruktorhoz nem kell, jól van, assemblerhez kell, úgyhogy mit csinálok. Egyetlen kell az assembler, de majd meglátjuk. És itt most már a MK3-as szalagot fogjuk használni, pontosan azért, mert az elosztás szempontjából itt szükség van már rá, amíg van annyi, de van jól. Na jó, most tudtam meg. Véletlenül sem maradt nálad tiket, ugye? Nem. Sajnos nem. Na, mostantól itt föl lehet grasszálni, úgyhogy... És akkor... Foundry. Acél. 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 Jó. Kell ide nekünk egy közösítő, ami azt jelenti, hogy ide fog, és ez lehet MK1-es. Aha, na ettől féltem. Kaptunk 30 részdrótot. Az igen. Megéri vele foglalkozni mi. Mindenképp. Szóval kell egy közösítő, egy merger. Kb. Így. És ők már termel. Ja, be is volt kötve. Be kell kötni. Jó. Szóval hozzátok nekem a vasat, és akkor ez úgy lesz, hogy lesz splitter, és azon gondolkozom, hogy így egy kő három. Nem, ennek már az MK3-os kell. Gyorsan kell vezetnünk. Úgy. Eteted? Igen. Meg simogatom. Érzi a törődést? Kapja a törődést? Igen, hát a több ajcsit ad. Na, tehát, itt feltöltjük, ugye... Ez miért nem megy bele? Ez iron. Iron, ugye? Yeah. Ez iron. Akkor miért nem megy bele? Jaj, nincs bekötve. Ezért? Ja, bekötjük. Most már belemegy. Most már belemegy. Jó, hagyd töltődjön föl. Oké, és akkor a szenet el kell hoznunk. És ide bele kell tolnunk. Fordítva lesz. Innen fog bejönni. Remélem, hogy működni fog amúgy, mert... Mert ugye... Ennek innen... Innen, jó... Hát innen megoldható. Már ezt így be
kötjük. Egy szén, viszont innen nem tudom, hogy mennyire engedi megemelni, de semennyire, úgyhogy itt át kell hoznunk ezzel. Aha, és akkor innentől már is nem jó. Tehát... jóval hátrébb megy az egész. A szénerőműved mögötti konténert kinyitom, jó? Oké. Okay. Abban így meg most már lehet, hogy átmegy felett. Mondom, kinyitom. Igen, átmegy felett. Jó, és akkor a szenet azt pedig ide levezetjük. Valahogy. Oké, megy tovább, és beindult, elkezdtek kormolni, de ezerrel, ott van. Nagyon jó, tehát már az acélt automatikusan gyártjuk. Már amennyire ugye merhet, ki kell belőle majd vennie. Az jó adagot. Szereztem még egységet. Köszönjük szépen. Majd ezt hármasra föl kell szenvednünk, hogyha eljutunk odáig. Na, az acél megvan. Oké. Nézzük acélból mit fogunk gyártani. Először is fogunk gyártani steel beamet és steel pipe-ot. Mind a kettő az egy-egy konstruktor kell, az nem egy nagy kaland. Én azon gondolkozom, hogy ezt itt kihasználjuk-e és itt legyen a gyártás, vagy... mennyit gyártanak ezek vajon? Ezt megint úgy kéne megoldani, hogy le kell rakni egy mergert. Kb. Nem tudom, hogy így elé valahogy, tehát helytakarékosan. Igen, így. Így. Jó, de várjunk csak, mert nekünk nem csak ez kell, hanem még kell ez a hülyeség is. És ehhez is acél kell. Ja, de ez már a izé kell. Jó, steel beam. Jó, akkor rendben vagyunk. És akkor kell most... az assembler, vagyis... konstruktor kell. Egy-egy konstruktor. Power slugs extract latent energy from their surroundings to sustain themselves. By tuning the object scanner to the particular potential energy signature, it is now able to locate them against the background environmental static. Kell egy splitter, és akkor kell két konstruktor. Nagyjából úgy, hogy... kb. Egyforma távolságra legyenek. És akkor most három gyártja, és ugye ezek meg ezt csinál steel pipe-ot, ez pedig csinál steel beam-et. Jó. Oké, ez megvan, vagyis még nincsen, mert most
tessük bekötve. Oké, ezek is gyártanak. Nagyon remélem, hogy egyébként ez így nagyjából rendben lesz. Természetesen nem tökéletes, nem tökéletesen balanszolt, viszont már ezeket is gyártjuk. És ide jöhet. Vagyis, várjunk, hogy kell nekünk? Nem. Ezt fogjuk tovább vinni, mert ez fogja a Steel Beam-et gyártani. Ez fogja gyártani pedig a csövet. Ezt nem visszük tovább. Ugye a betonacélhoz a izékkel. Acélgerenda. Jó, azt kell tovább vinnünk. Jó. I Love Sun Girl. Köszönöm szépen a követést, hello, hello. Micsoda név? I Love Sun Girl, ennyi. Köszönöm a követést, hogy vagyunk, hello, hello. És akkor ide ugye le kell raknunk egy tárolót, hogy ebbe gyönyörűen betolja nekünk az acélcsöveket. És itt pedig két dolog kell. Kell egy elosztó. Azért kell egy elosztó, mert ezt kétfelé fogjuk szedni. Lesz egy... nem is tudom, hogy el fog-e férni. De lesz ugye egy... lesz egy ládika, amivel belejön az egyik fele a készterméknek. Azt nézem, hogy ez így egyébként elfér. Nem, nem fér el. És még hülyén is néz ki. Akkor viszont oda berakjuk elé. Mert azt már nem fogom tovább vinni. Tehát akkor ezt ide le fogjuk rakni. Természetesen ideiglenes, nem marad így. Jó, és akkor ugye az egyik fele az eljön ide. Ezt el fogjuk tartalékolni. Tehát ha kelleni fog, akkor ide fogunk tudni jönni acélcsőért és acélgerendáért, és ezt a részét pedig tovább fogjuk vinni, és fel fogjuk használni a beton acél gyártáshoz, ami ugye assemblerben történik, és kell hozzá kő, és jó, ez megvan. Most a követ kell, itt ezt feldolgozzunk, ezt a kettőt, úgyhogy még építenem kell ide egy csomó platformot. De egyébként azon gondolkozom, hogy helytakarékosság szempontjából erre fogom elhozni. Egyet húzunk, és nem arra kifele viszem el, hanem erre hátrafele majd. Még egy csiga. Na, tele vagyunk csigákkal, ne csigázz. Jó, ezt ide kötjük. Rendben, kell nekem kettő darab konstruktor. Ebből lesz a... ezt igazándiból kihozhatom a szélére. Ebből lesz a... konkrét. Konkrétan a konkrét lesz belőle. Maradunk ennél a fajta szalagnál. Na, ezt kell itt valahogy úgy lehoznom, hogy értelmesen nézzen ki. Ezt nézem, hogy ez kb. Ide esik, úgyhogy... bajban vagyok. Parancsolj, mi a baj? Jó, ez belemelt oda. Mi a baj? A világ másik végéről hozok egy ellenfelet. Igen. Ez jó nekünk? Hú, remélem magát. De mit? Nagy alien? Vagy mit hozol? Hol vagy? Nem állt meg. Jövök. Mindjárt össze kell szedned. Dehogy is. Nincs mögötted senki, miről beszélsz? De hol élsz? Ja, de itt van, látom! Nagy charger, az jó! Á, meghalt!
Jó, ez én már kiföltem egy ideje. Egy ütés kellett bele, de jó, mert dobott három. Most elment a tölni ellenfeleket, hogy legyen. Igen, csak sajnos a kevésbögre maradt a kezembe a málna helyett, és azt nem segített rajtam. Jó, meg a kávé nem dob fel. Kávé nem? Meghalt úgy, hogy... Na várjuk. Szivi, tehát akkor ott már gyártjuk, kell majd elosztó, igen, és akkor kell... Egyik felét ezt külön vesszük, az egyik az csak betont fog gyártani, a másik pedig külön megy majd izének. Jó, és assemblert is tudok csinálni. Teljesen jók vagyunk. Ezt pedig itt meg fogjuk szüntetni, és... Te jössz velem. Te pedig úgy leszel bekötve, hogy innen oda. És amit ez gyárt, az mehet be a darálóba. Kiketnek. Oké. Közben ugye őt is kell idehozni. És hagyj gyártsa is a követ. Vagyis a betont, bocsánat. Ő belőle lesz... Ő még nem kezdte a gyártást. Jó, tehát akkor ő belőle lesz... Sima betongyűjtés, rendben. És akkor ő belőle meg, és a acélgerendából pedig lesz a többi cucc. Várjunk már. Az hogyan legyenesen, de... És hogy nem áll egyenesen? Oké. Na, jött az assembler. Hogy tudunk rácsatlakozni, úgyhogy értelmesen nézzen ki a setup. És ő pedig ezt fogja gyártani. És ezt borzalmasan rossz helyre raktam ezt a... Most sokkal jobb, de... Az egy... Oké, ez is szépen lassan nekiállt termelni, tehát most ezzel a platformmal elértük azt, hogy a... Jó, az elég gyorsan felhasználja. Itt nincsen fennakadás. Az a jó, ha nincsen fennakadás. Tehát elértük azt, hogy ami acél kell, az van már acélcső, acélgerenda, és... Készül az acélbeton is, betonacél, és van külön betonunk is. Jó. Ide még kell egy dupla ládika. Hát nem tudom, hogy most ez mennyire szép ez a setup, ez egy ideiglenes jellegű setup, csak hogy termeljen nekünk anyagot. És én úgy gondolom, hogy ez egyelőre elég lesz.
Szóval megmondom őszintén, hogy én ahogy nézem, szénügyileg elég szarul. Én megpróbálom fölupgrade-elni a rendszert, hármasra, az alsót, az már hármas, és megnézzük, hogy sikerül-e, mert van-e nálam annyi. Ha igen, na közben miket fejleszgetsz? Hát amit kiszedtem, chipet, hogy mi a tökömet a konténerből. Konténerből? Az alternatív recept. Ja, hogy közben szedtél ki chipet a... Aha, jó. Én szóltam. Lehet, de szerintem nagyon el voltam itt foglalva a tervezésre. A válasz az volt, hogy jó. Én meg megcsináltam. Ez csak ilyen szokásos. Jó, oké. Tehát ha úgy mondom, hogy jó, oké, akkor színűleg nem annyira figyelek oda, mert más köti le a figyelmemet. Jó. Itt, ami a szénerőmű mögött van, azt bekötöttem az elektromos hálózatba, és kiszedtem belőle. Uh-huh. Jó van. Most már így akkor oké. Na, ez meg elég lett a hármas szalag, úgyhogy most már maximális sebességgel jön a szén. Végig szaladok a szalagrendszeren. Már ameddig tudok. Reméltek sehol nem hagytam ki fejlesztést. Aha, ideig tudtam. Ez meg itt egyesével szépen megy eget, az nem probléma. Áram, ma hogy állunk? Ó, nagyon frankon. Jó! Szóval, a lényeg az az, hogy összességében majdnem mindent, amit kellett, már teljesen automatikusan gyártunk. Van ott még egy csomó vas, amit majd mindenképpen fel akarok használni. Na, lassan ideér az a szén. Lassan ideér. Mindenképpen fel akarom használni majd azt a vasat is, mert ugye annyival is meg tudjuk dobni a termelést, és kelleni is fog. A létező környékben az összes alapanyagot szeretném felhasználni, mert úgy lesz igazán nagy termelésünk. Na, szén. Na, jól van, megérkezett. És telítődött is, ahogy nézem. Legalábbis ez. Ez maxon van. Ez is most már. Jó, egy picit a vas is jó. Tehát az is maxon van. Jó, most már folyamatosan fog gyártani. Tökéletesen, ennek nagyon örülök. Ki miért van itt? Miért van nálam ilyen? Bedobtuk oda. Ugye, hogyha az acéltermelés rendben lesz, akkor ezek is folyamatosan tudnak gyártani. És folyamatosan lesz acélcsövünk és acélgerendák. Acélgerendából talán egy kicsit kevesebb, mert ezt kicsit lassabban gyártja. Meg aztán a másik boldog látod. Jó, na! Ez egy nagyon jó dolog, hogy elkészült. Megyek ott, fölrobbantgatom azokat a füstölőket, mert azok engem nagyon zavarnak. Közben a tiket is elvileg készül. Már amennyire. Aha, hogy ne, nyilván. Valamint előbb láttam, vettél, nem tudom mi volt az, de... Fogyott egy kicsit? Nincs egy se. Ja, már megint, jó. Hard disk. Na, itt van. Megint nullán vagyunk. Cooper alloy ingot. Analysis completed. Alternative recipe selection available in the MAM. Na, gyerekek, itt van egy eldöntendő kérdés. Nagyon sokan szeretik az alternatív recepteket. Az alternatív recept az azt jelenti, hogy alapvetően nem ugyanabból lehet elkészíteni, mint az alapreceptet, hanem például 5 részből és 5 vasból lehet 10 rézrudat gyártani. Én megmondom őszintén, azért nem szeretem az alternatív recepteket, mert teljesen felborítja az alaprecept sort. És én szerintem nem fogjuk használni, mert nem látom értelmét annak, hogy most külön vasat meg rezet egy helyre vezessek, hogy legyen belőle réz, amikor a rézből is lehet réz. Tudom, hogy máshogy, meg más kondíciókkal. Én szerintem inkább a 6 inventory slotot fogjuk választani, mert az sokkal többet ér nekünk. Több hely lesz nálunk, ami folyamatosan kelleni fog, ugye, és az mindig kell. Úgyhogy, na, az első akkor meg volt. Köszönöm szépen, hogy kifejlesztettük. Vannak az alien cuccok. Ez is új egyébként, ez a
Overaugmenter. A Caterium-nál majd fejlesztjük tovább még, mert van egy csomó MK3-ast is lehet. Micélia. Quartznál is van még. A speedek egyébként majd itt a Overslugsnál ezeknél. Majd ezt az overclockingot ezt meg kell majd csinálni, mert akkor lehet, sőt mindjárt meg is csinálom. Quartznál, a szulfurnál is kell majd a fegyver, de oda kell majd műanyag, meg stb. Ezt meg akarom csinálni, hogy egyre több hely legyen a kezünkben, több minden férjen el nálunk. Ezt is majd ki kell fejleszteni, de most egyelőre ezt akarom megcsinálni. Kell egy power upgrade-et összekukázni valahogy. Csinálunk. Egyik kéket feláldozzuk. Ezekből ugye meghatározott mennyiség van, tehát nem érdemes őket agyra főre használni, mert el fognak fogyni egy idő után. De ezt meg kell csinálni. És most fognak... Tessék? Kész a szénerőművednek a korlátja. Na, mindjárt megyek és megnézem, köszönöm. Power shards can now be inserted into all buildings to increase input and output speed. Lépcső még nincs, de korlát már van. Jó, megnézzük mindjárt. Power consumption of overclocked buildings increases exponentially. Most már lehet boostolni az épületeket, a gyártóegységeket. Itt alul megnyílt a ablak, és hogyha berakunk ide ilyen upgrade-eket, akkor ugye mutatja, hogy mennyivel lehet tovább húzni majd. Sőt, le is lehet állítani őket egyébként teljesen. Ezt majd egy-kettőnél fogjuk is alkalmazni. Na, jövök megnézni. Tudod, mit kaptunk? Na, mit kaptunk? Úgyhogy jönnöd kell Dongót megsimogatni. Na. Meg hozzá a kaját is neki. Jó. Turbómotort. 9 darab turbómotort. Azt a betyár mindent, ez nem olcsó. Az jóféle. Az nagyon megérte akkor. Igen, itt vagyok. Vagy kormolnak a izék. Generátorok. Na, hol van a kis fütyis? Kis fütyis itt, a helyén. Na, háj! Van neki ott kaja. Mozogtam oda neki. Szia, Doggo, vagyis Dongó. Mi a helyzet? Hát ő nagyon veled van jóban, ahogy nézem. Sírjál a nyelv. Turbo motor, olyat még szerintem mi nem is tudunk, nem? Nem. Hm? Szép. Dongó, itt a kaja, gyere! Ennyi. De már nem fél. Hát már megszokott minket. Na, elszaladok itt a másik... Korlát. Tető? Igen. Igen. Megfelele. Ó, jól néz ki, tökéletes. Ja, ezt is megcsináltad, aha. Igen. Nem semmi adott. Van ám design szépen. Jól néz ki nagyon. Hát én ilyet biztos nem tudtam volna csinálni, úgyhogy... Gratula. Köszi. Jól néz ki nagyon. Jók ezek a világító cuccok is. Szép lett. Csini. Na, itt meg majdnem az összeset már feltöltötte. Itt a hátsóba jut valahogy egy kicsit kevesebb, de azok is működnek azért. Azok már mind tele vannak. Jából. Na, majd még azért akarom megcsinálni, hogyha már lesz mindenféle lefeljárkálós korlátunk, meg kis út, meg nagy út, meg nem tudom mik, azért a feljárót, meg tehát hogy föl lehet sem menni értelmesen majd a felső emeletre, mert ez csak egy ilyen ideiglenes. Na, viszont elmegyek itt a másik... Ahhoz tiket kell. Jó, hát tudom, azért mondom, majd ha lesz. Most elmegyek ide a másik lezuhant dologhoz, és összeszedem abból is a hard drive-ot, hogy az a izé is legyen meg fejlesztés, mert akár az is jól jöhet. Csak ezt is védik egy páran, úgyhogy meg kell őket csapkodni.
Lehet, hogy mindjárt majd megint megmenthet. Mert? Mert belekötök valakibe. Hát most elég messze vagyok, tehát az, hogy megmentsenek, azért ott kell lennem. Már itt szét vannak szórodva alkatrészek, ezeket összeszedjük. És akkor nézzük meg, hogy ebben mi van. A droppodban, nézzük. Sikerült kinyitni. Hard drive, megvan ez a hard drive is. Damaged hard drive successfully acquired. All pioneers are contractually obliged to preserve and secure any recovered hard drives for analysis in the MAM, which may result in benefits to the Fixit mission. Speculation as to why there are crashed freighters in your Fixit designated zone is discouraged as specified in your contract. Na, visszavisszük a MAM-nak, hogy felfedezze nekünk, hogy mi van benne, reméljük valami jó dolgot kapunk. És csütörtökön most nem ez a Satisfactory lesz folytatva, hanem a Farming Simulator 22-el fog játszani, majd bekapcsolva shaderekkel, megnézzük azt hiszem az Osada mapot. De jövő hét kedden majd ezt fogjuk folytatni mindenképpen, és addigra már egy kicsit előrébb leszünk. Biztos, hogy a kis fejlesztéseket be lehet majd fejezni, tehát a kis fütyist még föl lehet küldeni. Két vagy három olyan dolog van még azt hiszem, amit neki meg kell csinálni, de most már azokhoz is automatikusan gyártódnak a dolgok. És van még ugye ez a három, amit az űrlifttel kell majd felküldeni, azoknak is megpróbálom megépíteni azt a hard drives. Hát 10 perc. Jó. Az még egyébként a mai streambe belefér bőven, úgyhogy meglátjuk majd, hogy mi lesz. Szóval, igen? Mire emlékszel ezekből a kék virágokból? Semmire. Mármint, hogy mire kéne emlékezni. Amik alien cuccok. Csak hogy mennyire halálosak úgy. Nem. Amik így kinyílnak és pufognak, vagy valami ilyesmi. Szerintem igen, még nem mentem közel hozzá. Nem is biztos, hogy a szét lehet verni, nem emlékszem pontosan, de fáj, az biztos. Aha, jó. Úgyhogy, okay. Na, tehát ezt mindenképpen ki fogjuk tudni fejleszteni, meg ezeket is, mert ezek nem egy komoly dolgok. És a űrlifthez, meg ugye három tétel kell, azokat is megpróbálom majd automatikusan gyártani, ez csak izében lehet gyártani ugye, tehát a craft asztalnál, vagyis az assemblernél, ami kettő dolgot rak automatikusan össze. Ez az automated wiringből kell 100 darab, az nem tétel, tehát az meg lesz pikpak. A versatile framework az már bonyolultabb, mert rengeteg kocka kell hozzá, és rengeteg acélgerenda, tehát ahhoz nagyon sok fog kelleni. És az utolsó tétel pedig a okos smart plating. Hát itt ebből lesz rengeteg, viszont a rotort azt még gyártani kell, úgyhogy de én szerintem meg fogjuk tudni csinálni legközelebb majd, és akkor ki lesz lőve a űrlift. És a felső rész, ott fönt az a lebegő űrbázis, ami a bolygó körül kering, ugye az űrliftünkkel összekapcsolódva, az még tovább fog fejlődni, és rohadt jól fog kinézni majd, úgyhogy azt én már nagyon várom. Na, most pedig itt egy kicsit robbantgassunk a környéken, mert ezeket rohadtul nem szeretem itt, hogy itten vannak-e. Úgyhogy amennyit csak tudunk, pusztítsunk el, mert ezek nagyon... Egy az, hogy valahol itt lesz majd a gyár, ha egyszer készen lesz, és össze lesz pakolva minden egyes része. Na, jó helyre dobjuk. És... Júj! Ez itt eléggé befüstölt nekünk. Oké, már nem sok van hátra. És igen, fönt lesz egy sárga csiga, ami azért eléggé jó dolog. Nem is tudom, a lila a legnagyobb talán, vagy? Igen. Sárga kettes, aha, jaj, sárga kettes. Jó, még egy van, nem, kettő van fönt. El kell építkezni. Igen, azt szeretném. Én már mindenkit megöltem.
Csak ugye közben veszélyes, mert ahogy ide érsz, már is elkezdesz. Csiga reméljük nem robban föl. Júj! Van, csak leesek. De már mindenkit megöltél, hogy mindenkit. Ja, vigyázz, mert robbantok. Jó. Ilyen a megtiszteltetést. Elvileg meg vagyunk. Ennyi a megtiszteltetés? Köszönöm szépen. Gyere, Csiga! Csigusz! Oké, okay. Most már jó. Na, így most már végre akkor nem. Fognak itt ezek az utcok, és akkor tudunk normálisan közlekedni majd. Szóval valahol itt lesz majd egy ilyen nagyobb gyáregység, ami a jelenlegi dolgokat fogja gyártani. Őt bedobjuk a közösbe, befejlesztjük azt a csigát? Persze. Most megint elindultam a... lefelé, ahol a... ezek a... mi ez? Geoenergia? Vagy mi a... van. Ja, most... Na, onnan jött utánam ez a nagy charger. Aha. Jó, most nem tudom egyelőre ezt betekerni, mert közben másik fejlesztés van, úgyhogy... utána. Oh-oh. Na, megint mi van? valaki mindig neked megy? Szépen. Ugye, hozom a vendéget. Hozom. Na, megint? Kit hozom? Hozom, Hartmi. Kit hozol? De arra miért nem járgánnyal mész? Miért gyalogmész? Bagi van. Azért értem, hogy megöljem. Magi valami semmi. Mi ez? Még egy charger? Nagy chargerja. Jó. Jó, mondjuk ticketnek jó, mert elég sokat ad. Ez már meghalt. Oké, és hol van belőle a testiből? Ott van a testiből. Ott van a testiből. Megöltem, és életem haza. Szegényként. Látod, egyre jobban megy. Azt a geotermikust, azt nem is nagyon tudom, hogy azt ez az a geotermikus, köszönöm. Nem jutott eszembe a szó. Aha, de nem használtuk nagyon, ha jól emlékszem. Nem. De más sem nagyon láttam én legalábbis videókban, meg streamereket általában kihagyták azt. Na, meg akartam közben nézni, hogy mennyi kocka meg rotor termelődött, mert azért az is fontos lenne. Gondolkozom, hogy hogy lehetne itt majd növelni a termelést. Mert messzebbről is lehetne hozni. Ott fönt is vannak vaslelőhelyek. Tehát lehet még külön beállítani ide termelőegységeket. Hogy gyártsanak. Hát 30 kocka, az elég gyengusz. 49 rotor, az mondjuk végül is nem rossz. De az biztos, hogy ami ott fönn van vas, azt még bele kell tekerni ebbe a projektbe. Na, már több mint 200 van. Ó, az nagyon szépen termel. Beton is készül. És a betonacél is. Sőt, igazándiból ezt a betonacélt megvárom, mert valami az abból kell 50, ha jól emlékszem. Van, ez már 48. Hadd készülnek a dolgok. Oké, akkor melyiket válasszuk? Akkor legyen ez Hypertube. Ez még kell. Kettő. Oké. Az megvan, kell 500... Ja igen. Na, ez az, ami... ez az, ami érdekes, mert konkrétan kell hozzá 100 darab rézlemez, és rézlemezt én viszont nem gyártok.
automatikusan. Tehát ezt kézzel kell letekerni. És ez csak 200. Hova tekerjek neked? Mit? Tehát letekerem a rézlemezt. Rézlemezt? Ja, elkezdtem már, nem probléma. Inkább akkor menj fel és hozzá légy szíves 300 acél csövet, mert még az is kell hozzá. Arra is szükség van. Egyébként ezek a Hypertubes-ok nagyon jó kis cuccok, mert ugye ebbe bele lehet menni, és akkor hosszú távolságokat meg lehet úgy tenni, hogy csak csúszunk a csőben, repülünk, és akkor nem kell gyalogolnunk. Régebben nekem a tengerpartra úgy lehetett lemászni, úgyhogy elég jó volt. Na, mindjárt 100 benne is van. Erre is kell majd csinálni gyártást, úgyhogy szét kell majd szednem ott azt a rendszert, és el kell osztanom úgy a rézrudakat, hogy két felé. Mennyi kell? 300 acélcső. Szét kell úgy osztani majd, hogy külön menjen a három felé, mert ugye kell a rézvezeték, kell a rézkábel, és kell ez a réz sheet, copper sheet, rézlemez. Ide tettem a hubban lévő ládába. Köszönöm szépen. Ugye ezek azok, amikkel a csövezést megcsináltam a vízpumpáknál. Na, kész az emám. Nézzük. Jöhet a sárga csiga. Mindjárt. Na, itt van, hát ez elég érdekes. Kétfajta recept közül választhatunk. Az egyik az fused quartz kristály, hogy szenet adunk a kvarchoz, és akkor lesz belőle ez a tálcás. Vagy az acélcső és a betonból lesz, de hát ez szerintem tök hülyeség, hát miért használnánk? Tehát, itt van egy olyan gomb, hogy rescan hard drive, vagy egyszer újra lehet szkennelni, szerintem próbáljuk ki. Aha, na itt van. Hát itt van kétfajta recept. A vasból lehet csinálni csavart. Ez egyébként érdekes, mert hogyha csak a vasat, ez egy, ugye a csavar az, hogy hívjákból van, vascsőből, és először, tehát ehhez dupla gép kell, akkor viszont csak egy gép kell, mert a vasrútból csinál csavart. Ezt fogom elfogadni. Igen, igen, ez az Ádi, hogy ez egy hasznos recept. Tehát ez amikor kihagy egy gépet és egy lépést, ez hasznos. Úgyhogy őt fogjuk választani a kettő közül, úgyhogy ez megérte. Jó, és akkor ja, kell nekem a sárga csiga. Nézzük akkor még őt is. Ő azt hiszem a kettes szintű upgrade-elős. Igen, itt van a pörpülő, a hármas. Research completed. Yellow power slugs are further into their life cycle than blue power slugs, and thus have more potential energy stored. They can now be processed into power shards. Igen, power shard, sőt, nem is, hanem belőlük, ha jól emlékszem, azt hiszem kettőt ad. Tehát nem egyet kapunk belőlük, hanem azt hiszem kettőt, ha jól emlékszem. Igen, és ez egyébként egy jó megoldás arra, amit az előbb mondtam, hogy fel akarom gyorsítani ott a gyártást, mert az egyik ilyen vaslelőhelynél, vasbányánál azt fogom csinálni, hogy bedobom ezt a receptet, és egyből automatikusan mehet majd a csavar belőle, és a csavar meg kell a kockához, és azt hiszem meg a izéhez is, a másikhoz is, úgyhogy... Na most ezt egyelőre visszadobálom ide, mert ezt majd automatizáljuk. Na hát, és én amondó vagyok, hogy a mai stream az viszont eddig tartott, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Milla a mai segítséget. Szerintem szépet haladtunk, nem? Igen. Úgyhogy egy teljes acélgyártó sorot megszületett fönt, meg van már energia, úgyhogy teljesen jól állunk. Úgyhogy köszönöm szépen a segítséget neked, és akkor legközelebb majd folytatjuk innen, valahonnan. Én köszönöm. Jól van. Sziasztok! Szia, hello! És akkor szeretném megköszönni a
kedves nézőknek is köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és csütörtökön akkor találkozunk, Farming Simulator lesz, addig is legyetek jó, jó éjszakát mindenkinek, szevasztok, ciao.